Uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Riska, menj arrébb! 6 óra múlt, 17 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Jani! Sziasztok! Hello, Feri! Jó reggelt! Hello, Melo! Na, nincs semmi színnek. Ezt tegnap este már elintéztük. Nem most. Fáradt vagyok. Nem volt elég, hogy egész éjjel a bajgattál. Ha, gyerekek, egy újabb kitelepülés, méghozzá egy igencsak festői helyen, gyerekek, a Sárvári Vadkert Majorban vagyunk, úgy, ahogy mi már azt mondogattuk, egész héten nézzük a napfelkeltét, barátkozunk az állatokkal, és egy élő kitelepüléssel avatjuk tulajdonképpen ezt a gyönyörű kis fogadót, kempinget, ahol most vagyunk, sőt, mi több olyannyira, hogy ugye hát be is vesszük egész hétvégére. A helyettünk vagy utánunk jön majd a garami hétvégén, és itt leszünk ebben a kis majorban. Ami kicsinek nem mondható, sokkal inkább nagyon szépnek. És nagyon nagynak. És nagyon nagynak, gyerekek. Igen, most, hogy kezd világosodni, mérem föl a távolságokat, hogy úristen, már tegnap este is ekkora helyen voltunk. Igen, ti sötétben érkeztetek, igen. Egy kicsit hamarabb. Hát, akinek nagyszerű bejelentései voltak a világ felé, erről azért majd beszélgessünk, hogy hova visztek már megint, nem érdekes, de majd erről később. A lényeg, hogy én még világosban értem ide, hát nem hiszed el. Nagyon nem, komoly. Nagyon nem hiszed el. Úgy éreztem magam, amikor tegnap este megjöttünk, mint amikor először találkoztam Ferivel, nehéz volt a teljes méretét felmérni. Ugye, de aztán rájöttél, hogy milyen szép. A helynek, igen, de aztán ugye a szépségével mindenképpen kompenzálta azt, hogy nem tudok róla elég sokat. Igen, mit szeretnétek? Cseréljetek mikrofont. Mikrofont, jól van. És na, akkor? Feri, végre na. Egy igazi masszív mikrofon van a kezedben, ennyi. Úgyhogy, de nagyon-nagyon kellemes a hely, én is azt érzem. Viszont, hogyha mondjuk akkor keltem volna, amikor a kakas, akkor lehet, hogy elkések, meg picit később ébredt, mint én. Mert ráér, hát tudta, hogy mi, hova siessen, nem? Még né világos, még nincsen. Igen. De hál' Istennek a szállásunktól nincsen messze a stúdió, gyakorlatilag ennyire közel még soha nem voltunk. Ugye ebben eddig a csúcs az Győr volt, ahol mindig ugye a szállodától kb. 50 méterrel lehetünk, most vagyunk 30-ra. Körülbelül ki az, aki autóval jött? Aha. Gyerekek. Jó, igen, ezt mondjuk nehéz elhinni, tehát hogy azért én nagyon-nagyon hosszú időt ismerem már Balázs, nagyon régóta dolgozunk együtt, de azért még mindig vannak olyan meglepetések, amikkel meg tud engem is nevettetni, mosolyogtatni, döbbenteni. Mire hát gondoltál, igen, amikor beindítottad az angol csodát? Nem indítottam, csak kieresztett a kéziféket és elgurult idáig. Még volt annyi lendület tegnap estéről. Fel sem merült, hogy gyalog jöjjek. Fel sem merült. Itt a házunk, konkrétan mondjuk azoknak, akik ugye nem látják, hát nyilván sokan vannak, ez egy ilyen nagyobb teniszlabda dobással meg lehetne dobni a házfalat. Hát eszembe se jutott. Én ismerek olyan embert, aki sercintéssel is át tudja hidalni. Eszembe nem jutott, hogy én ide gyalog jöjjek. Kocsi beül. Világos, hát ha van. Ugye? Szépen zene, bekapcsol. Ez egy olyan drága cipő, ami rajtad van, aminél már csak a felső részét tudtad kifizetni, és nincs talpa. Vagy... Fűtés elindul, gurul, megáll, kiszáll. Mm. Gyerekek, hát ez nem sétálgatunk itt, kószágatunk itt, rád mar egy tehén. Mindjárt azt... ott vagyunk, Viki. És már ott is, és már. Neked szalad egy szamár, felöklel egy bivaj, hát beülünk az autóba, és normális kultúremberek. Világos, módjára elközlekedünk, ugye, az adó stúdióhoz. Nem mondták neked, hogy ez nem egy veszélyes hely? Nem kajtatunk itt a sötétben, ráadásul akkor is sötét volt, nem tudtam, hol vagyunk. Hát nem megyünk itt össze-vissza, és akkor nem kolbászunk. Annyi szörnyűség történik ebben a világban. Hát nem. Kocsival. Nem otthon vagyunk, nincs helyismeretünk, nem tudjuk, hogy hol helyezkedünk el itt a táplálékláncban. Igen, hol leérted, itt kiszabadult valami nagyon-nagyon félelmet. Nem sétálgatunk. Ti mindannyian, akik a parkolótól gyalog eljöttetek idáig, szégyeljétek magatokat. Nem. Szégyeljétek magatokat, mert az is van 30 méter. Jó, szeretnek veszélyesen élni. Semmit nem bízunk a véletlenre. Na, viszont visszatérve tényleg erre a kakas kukorékolásra, póni simogatásra ébredni, gyerekek, ez nagyon jó. Tehát te még mester láttam, barátkoztál egy pónival, mert én világítottam reflektorral. Póni simogatásra ébredtél? Póni simogatásra ébredtem. Hihetetlen, hogy még mindig nem múltak el nálatok a mézesek. Elképesztő volt, mondom, Viki, jaj, ne, és egy póni. Kiderült, hogy semmi, Viki, csak kinyitott az ajtót, bejött egy póni a szobámba, és kicsit végignyalogatott. De nem, egyébként tényleg van hangulata, tehát én annyira vagyok városi, hogy szerintem nálam senki nem városi. Tehát örülök, ha komolyan a tehén és a bárány között valami például minimális különbséget tudok tenni. De amikor így hajnali fél ötkor az a kakas így bekukorékolt, nem tudom, hallottátok-e, nekem pont a kis állatsimogatóra nézett az ablakom, azt úgy tudtam szeretni. Uh-huh. És nem támadt egy ilyen hihetetlen ingerem, hogy most lelőlek, te szemét. Igen. Hanem azt mondtam, hogy de jó,
Tehát van bennem még valami nagyon, nagyon, nagyon egy ősi. Egy ősi. Ősi. Összön, hogy nem az volt, hogy hallgass el, vagy megöllek. Láttam tehát egyébként, hogy csak a negyedik dobással találtam, de... Igen, a Viki klumpája sokat segített, mert akkor még tudtunk aludni fél órát. Nem, hogy az egészben van valami nagyon barátságos légkör, tudod, hogy tényleg állathangokra ébredsz. Ettől az ember elszokik. A hetes buszt jobban szereted? Nem, pont azért. Azt mondom, hogy ez nagyon jó. Tehát, nagyon hogy ettől jó. Az ember el tud szokni, de hogy ez egy nagyon-nagyon szerethető. Hogy pont a mi magtárunk, így hívják egyébként ugye a szálláshelyeket, mert talán az egyes magtárban voltunk, nagyon jó a neve, azzal szemben van pont az állatsimogató, pónik, kisállatok, kecskék, juhok, mit tudom én, és a mi ablakunk arra nézett, tehát én fél öttől ébredtem a Baromfi udvarra. De nem csapjátok be az ablakot éjszakára? Á, szeretjük a friss levegőt. Persze, hagyj járjon a szél. A friss levegőnél nincsen jó. Egyébként az is például tök jó, hogy egy ilyen magtárban laknunk. Pont ezen gondolkodtam reggel, amikor csutakoltam a saját magtáramat, hogy ez is maga ez az épület, amiben vagyunk, ezt is így hívják. És hogyha észrevettétek, akkor a szobák külön-külön így el vannak nevezve mindenféle ilyen kis növényekről, meg hasonlókról. Gyönyörű, mindegyik nagyon szépen van kialakítva, amúgy tényleg nagyon kis patent hely. Én a rózsában voltam, te? Én a büdöskében. Illetve jobban szeretem volna a tátikába menni, de hát mindegy, ez jutott. Az nem volt nyitva. És visszatérve egyébként erre, hogy a Viki kinyitott az ajtót, azért mondjuk egy opcionális lehetőség lett volna, mondjuk, hogy hozzám nyit be, mert nem tudom, hogy nálad hogy volt Feri, de mi például összenyitható szobában voltunk. Jó, de Romcsi. És hát akkor nem póni volt. Megvan. Megvan, hogy kiment át. Imádom, hogy puszilgatással ébresztesz. Ez annyira. Bali, mindjárt kezdünk. Igen. Nem, hát ilyen családi szobában voltunk. Ilyen családi szoba, ami nagyon klassz, mert ugye egyik igen. Család egyik helyen, másik család másik helyen, csak hát ugye középen van az elválasztó ajtó, amit általában a családok ugye kinyitnak, mert hogy egy légtérben szeretnek lenni, és hát ott volt a másik oldalon, úgyhogy mondtam, hogy éjszaka halkan. Melyik oldalt volt a kulcs? Mi is tudtuk nyitni meg, a Jani is. Így van. Nézd, én természetesen bezártam az ajtót, és eltorlaszoltam az ajtót, mert mielőtt lefekítünk, Balázs könyörgött, hogy ugye Vikinek hány nyugalomra van mostanában már szüksége, hogy hagyj aludhasson nálam már, mint Balázs. De mondtam neki, hogy nem, ne haragudj. Aztán még egy ideig kopogtattam, kaparáztam az ajtót, aztán léti. Egyre ritkábbak voltak a kopogások, aztán elhaltak, úgyhogy visszamentem az ágyba. Na, nem tudom, János, látod-e ezt itt mögöttünk? Ezt igen. Úgy hívják, hogy lovas pálya. Lovas pálya, itt fogsz te majd lóra ülni. Aha, meg persze. Kicsit a Feri is azért, hogy szokja. Ne, Feri nem ül, Feri már egyszer ült a te lovadon, ami egy 3 méter marmagasságú. Az egy szörnyű volt, ló, ilyen, de nagyon jó indulatú. Egy tűzoltósági autóval emeltek föl a nyergében, nekem az egy életre elég volt, én nem akarom, viszont nagyon üdvözlöm a kezdeményezést, hogy akadálypályát is fogunk építeni a Janinak. Igen, a díjugratás az megy egyből embereknek, ugye? Hogyne, hát fölülsz, érted, menetirányán szembe lehet tőle, és aztán utána már jöhet az első akadály. Tehát a gumipókokkal a lóban, akkor fogok vele együtt átugrani akadályokon. Ez azt gondolom, hogy nem veszélytelen. Nem veszélytelen dolog, tehát hogy egy picit ezért én járok tőle. Ugyanakkor megörülök neki, hogy végre úgy éreztetem majd magamat, mint hogyha egy ilyen gyerekkatalógusba fotóznának egy izébe, egy sportlabba, mert hogy ugye méretre kapok majd különböző csizmákat, mit cserpesz. De ha van lovagló csizmád, akkor nem kell cseps. Tehát a cseps és a lovagló csizmá együtt nem jó. Aha, vagy ez vagy az. De én akarok mind a kettőt, ha már érted. A cseps-et és ráhúzod a lovagló csizmát. Az az abszolút bebiztosítás. Figyelj, a ló nem azért veszélyes, mert ha ráülsz, áll egy helybe. A ló akkor válik veszélyes, hogy majd ha ráütök a fenekére egy rohadt nagyot, és vágtába ugrik a ló egy helyből. Tehát az már akkor sokkal... Ne, Sanyi, te! Lusta! Akkor az már sokkal veszélyesebb lesz majd, egy iszonyatos csapással. De nézd meg, leveszem az övemet, és ráverek a lónak a fenekére. Látod, nem fogsz megsérülni, hát homokra esel. Abszolút. Ez is igaz. Na. Igen. Meg hát nem tudjuk, hogy milyen méretű lovat kapok egyelőre. Remélem, valami nagyon nagyot. Este még lefekvés előtt elmentünk, és megsimogattuk a pónikat, nem voltak messze, hogy 20 méterre voltak körülbelül a szállástól, és nagyon barátságosnak tűntek. Akkor még. Igen, akkor. Igen, de akkor ők már aludtak. Gyerekek, a pónit kezeljétek mindig fenntartásra. A póni alapjában véve az egy gonosz állat. Tisztelet a kivételnek. Van egy-kettő nagyon helyes gyerekbarátja, hogy gyerekeket lovagoltatnak, nagyon sok pónin, de azért bennük van az aljasság. Olyan, mint a kiskutya, tudod, mindenkinek neki szalad, ugat, tele van komplexussal, csíprúg, harap, tud aljas lenni a póni. Jó, akkor más ló legyen, jó? Nyilván, ami gyerekekhez van szokva, meg lovagoltatják, az nem bánt már senki, de ha csak úgy odamész egy pónihoz, ott nagyobb az esély ismeretlenül, hogy megharapja, mint egy sima ló, amit mondjuk megsimogatsz. Uh-huh. A pónik tudnak rohadékok lenni. Gyerekhez van szokva. Az a baj, hogy nem hoztam magammal pantallót, de hát valahogy átöltözök, hát megpróbálom átverni majd a lovat. Cumival mész oda a szádba, akkor nem bánt.
Aha. Az igaz. Figyelj, az visszadobtam tegnap Balást is, hogy este, hogy te se próbálkozzál felé ezzel a sztori. Na, szóval itt vagyunk a Vatkert Majorban egészen 10 óráig, be is járjuk majd a Majort, Feri csinál nekünk egy jó kis reggelit, hát, csak azért az íza véget egy kis vargányás gombát, én szeretném azért, ha a gombára egy pillantást te is vetnél, mert nem tudjuk, hogy kiszedte. Ha. Jót feltételezünk, de hallottuk már ilyet, hogy a Józsi szedte tegnap, még érted hozzá, hogy azért azt nézzük meg, de állítólag vargányás rántotta ezt készül kaptok. Majd. Nagyon aranyosak voltak egyébként, és tényleg mondták, hogy egészen napszálltáig szedték. Sötétben is volt, aki felszedett egyet-kettőt. Akkor találták a legtöbbet. Igen. Aztán egy kicsit lovagolunk, 9 után megtanulunk majd kocsit hajtani, Janit fölültetjük egy lóra, csak úgy az íze véget, hogy azért mégis megnézzük, hogy milyen az, amikor így... Hát gondoltam, hogy ha nagyon jól megy, akkor belovagolok a Nátas divári. Igen. Futószáron egy kicsit ügetésben megnézzük a Janit majd, hogy hogy teljesít. Úgyhogy itt leszünk 10 óráig. Gyerekek, a nap felkelte, gyönyörű a hely, gyönyörű a reggelig, nem sokára készül, úgyhogy... Így van, és ti is kaptok majd valamit. Igen. Mi már kaptunk egyébként, mert nagyon finom pitével lepett meg minket az egyik kedves hallgatónk, és hát nekem már úgy kellemesen telik. Igen, akik ráadásul 5 óra óta állnak itt, vagy 5-kor indultak, vagy hajnalban jöttek, vagy valami nagyon kemény az ő sorsuk, élettörténetük. Hát azt tényleg, hogy fölkeltek 5:30-kor, az nagyon gond. Ma sütötted a pitét, vagy mégtek? Ma reggel? Ma reggel. Van egy fiatal pár, akik Vasvárról érkeztek, és hát eljegyzés után vannak, és mondjuk egy ilyen kis, hát azt gondolom, hogy egy ilyen kis előnászutat szakítottak meg azért, hogy láthassanak, hallhassanak minket élőben. A fiút kérdezem, hogy te is akartad? Jó, láttam, hogy vagy csak fázol. És megszakítottátok a nászutat azért, hogy itt legyetek? Igen. Beugrottatok? És innen mentek majd nászútra? Nem mentek nászútra. Innen nászkodni mennek. A srácid, nem. Vagy engedd el ezt a sztorit, nem. Na jó, hogy állunk játékkal? 2-2 az állás ajjaj, jelen pillanatban. Ajja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 j
szeretjük. Köszönöm. De nem fogjuk. Miért? Mert én játszom. És akkor vége van minden. És itt elgondolkodtam, hogy ez jó vagy nem jó nekünk, mert még mindig emésztem a tegnapi vacsorát, mert úgy bezabáltunk, mint a disznó. Jó, egyébként a kettő-kettő segítek, úristen, nem jó nekünk. Nagyon jót kajáltunk egyébként, nagyon-nagyon rendben volt a külön köszönet és gratuláció még egyszer a fehér csokis múszért. A fehér csokis buszért? Na, igen. Az megvan, hogy a fehér csokis muszos ízét megette, utána még rendelt valami édességet? Nem, azt én voltam. Igen, azt Balázs rendelte, de aztán nem merte bevállalni. Én még bevállaltam volna még egy csomlóit felesbe vele, de... Azért ezt együk hozzá, tündériek voltak, tehát tényleg sűröktek, fordulogtak körülöttünk, próbára tettük a szakácsot, de nem tudtuk egyszerűen. Nem tudtunk tőle olyat kérni, amit nem tudott volna teljesíteni. És így 3-4-10 magasságában, amit a Jani megevett, egy olyan másfél kilót kristálycukorral bekent, ilyen csokis muszt, ugye, hogy még megkérdeztem, hogy Jani, még egy somlóira, úgy velem, úgy felfelesbe. Hogy mehet. Belecsipegettek. Igen. És előtte már Gyulának is mondta, Gyula, még egy somlói, felét megeszem én. A somlói nagyon jól nézett ki, és aztán még ott ültünk, negyed órát dumáltunk, és 10 órakor úgy gondoltam, hogy talán ezt már el kéne engednem, hogy ne egy ilyen masszív cukorkómával feküdjek le én is, meg estén nem nagyon szoktam már itt se enni, se édességet enni, úgyhogy a somlói lemaradt, de gyerekek, az a kaja az nagyon-nagyon finom volt. Igen, jól van. Lehet jelentkezni játékra, jó, egészen nyugodtan, ha valaki szeretné még beütni a koporsomba az utolsó szeget, és azt mondani, hogy akkor 3-2-re megalázott bennünket, az megteheti, minden esély megvan arra, hogy a hallgatók nyerjenek egy újabb hetet. Nem túl jó hír. Én nem akarom elveszteni ezt a hetet. Ez legalább annyira rossz hír, mint hogy Afrikában éces majmok vannak. Ugye, Feri? Köszi. Hurrá! Éjjel! Végre sztoriban vagyunk. Majd erről is beszélünk egy kicsit később, igen. Jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, mi várunk közlekedési híreket, ha valaki szeretne bennünket meglátogatni. Egyébként megteheti, be lehet jönni. Így van. Sárváron mindenki tudja, hogy hol vagyunk, Gatkert Major szerintem az összes sárvári ember tudja, úgyhogy itt vagyunk. Tessék jönni, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk a sárvári Vadkert Majorban, egy élő kitelepüléssel avatjuk tulajdonképpen ezt a kis festői hotelt, fogadót, kempinget, gyerekek. Előttünk egy lovaspálya, mellettünk állatsimogató, jobbra pásztorok, balra juhok, fölöttünk birkák, alattunk kakasok. Úgyhogy itt vagyunk, ha valaki szeretne bennünket meglátogatni, egy hihetetlenül szép és nagyon-nagyon barátságos helyen. Ahol nem sokára majd rántottát készítünk, most hallottam, hogy ezt ki kell venni majd a tyúkok alól, mert hogy egyelőre még ott van a tojás, be kell menni majd hét után alájuk, úgyhogy majd gyerekek. Én megyek, intézem, értek hozzá.
aztán kicsit lovagolni tanulunk, 9-kor meg kocsit hajtunk. Uh-huh. Sose felejtem el azt, csak az értünk hozzá, vagy te értesz hozzá mondatodra, szeretnék egy kicsit így rávilágítani, hogy nem tudom, emlékszel-e János, amikor Turkevén voltunk egy hasonló vidéki kitelepülésen, igen, hogy mennyire értett az állatokhoz ez a, igen, drága ember. Nézd, hallod, már a tehén beúszta a fejét, másik oldalba. Igen, gyerekek, én ezt vállalom, szörnyen, szörnyen durván városi vagyok, igen. Na, mindenek előtt itt van a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ne! Ne! Várjál, szadom. Gyerekek, közben eltűnt a játékosunk, de az nem baj, mert játszik valaki a helyszínről. Jó. Hú, ez na, a ló már rád vár. Azt mondta, szia kicsim. Ha nem, azt mondta, hogy igen, már nyertünk is. gyere csak, ülj a hátamra, ezt mondja. Feri, a helyszínről kellene. Már hogy nem veled játszani. A nászutas pár, az szerintem abszolút egy jó megoldás lehet, vagy a sütit készítő lány, a kereket készítő inas, a szobrot készítő szobrászfiú. A festő, a képet készítő festőfiú. Bevigyem, vagy kívülről akartok? Ó, hát nézd! Na? Ez kéne. De jönnél, fázol? Túl konkrét, fázok, de tulajdonképpen... Fázik, bevigyem? Aha. Gyere be, persze, gyere be nyugodtan, egészen nyugodtan. Hogy hívnak közben, azért tudunk beszélni, hello. Csiszár Andrásné, Kati vagyok. Andrásné, nagyon finom a süteményed, Andrásné. Egyszerűen az a bögretészta, így hívják bögretészta egyébként? Mindenből egy bögre, nagyjából ez a neve. Gyerekek, ez valami elképesztő, tehát ez tényleg nagyon-nagyon finom. Honnan jöttél, Andrásné? Alkotmány utca, Sárvár. Hát akkor te, hát akkor... Persze. Akkor neked nem kellett sokat sétálni. Hazai lakos. Voltál már itt a Vadkertmajorban egyébként? Persze. Igen? Minden héten kijövök a fiammal, úgyhogy... Komolyan? Kis állatsimogatás, lovaglás. Igen, ő nagyon szereti, úgyhogy... De ezért jó éjjel lakni. Így van. Igen. Kivel hát szeretné játszani? Én is gondolkodtam már rajta, hogy esténként kiugrok a Vadkertmajorba, csak Lőrinchez képest egy picit. Igen, az egy hosszabb túra. Jánossal szereti játszani. Jánossal szeretnék. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Na figyelem, akkor. Meg tudod csinálni. Képes vagy rá, bukjuk a hetet, ha nem nyersz, csak mondom. 3-2-1, óra indul, tessék! Na, korán kellett kelni azért, hogy a sütit megcsinál nekünk? Egy picit, igen, így van. Szépen, nagyon jó volt, Jani! Én értem, hogy szereted a műsort, meg szeretsz minket, de hogy ennyire? Hát de, igen, a süti, elkezdtél a szenvedélyedről beszélni, és azonnal, ugye? Igen, azonnal, igen. Persze. De a sütit egyébként tényleg nagyon szépen köszönjük. De és hát, ne feledkezzünk meg arról, 3-2-re hozzuk el! Milyen szuper volt, Jani és a tehenek! Így kell csinálni, viszont... Adunk egy ajándékot, látod? Nem a süti miatt, hanem amikor kitelepülésen játszunk, és elbukja a hallgató, akkor is jár neki. Nagyon köszönöm, azért nem is akartam annyira itt belemerélni, mert úgy is tudtam, hogy... Nem volt vesztenivalót, nem volt nagyon veszteni, úgy is tudtam, jó, kitelepülő, adjátok előre, ide adjuk a játékot a fenébe. Igen. Jól van. Andrásné, nagyon szépen köszönjük. Nagyon Keres Andrásné, nagyon köszönjük a játékot és a nagyon süteményt szívesen is, jó? És jó utat hazafelé. Üdvözöljük a gyereket, üdvözöljük Andrást. Köszönöm szépen. Andrásné, nagyon szépen köszönjük a játékot, puci neked. 6 perc van pontosan 7 óra, újra hírek jön, ez az igazság, aztán pedig megyünk tojást rabolni. Figyeljetek, hogy kell elcsalni a csirkét? Én elcsalom, vegyétek ki alól a tojást. Mi az a tyúk, vagy mi alatt kell essük? A tyúk alatt. Igen. Így a kezeidet két oldalt kicsit fölemeled, és akkor azt hiszik, hogy te vagy az édesapjuk, és mennek utánad. Hmm. Igen? Aha, igen. És közben mi ki tudjuk venni a tojást. Jó, vagy azt is érdemes csinálni, hogy például a napirányából lecsapsz a csibékre, és elragadsz egyet. És az ellenkező irányba elfutsz vele. És akkor a gondos kotvos utána rohan, és addig mi fel tudjuk marni a tojásokat. Na meglátjuk, gyerekek, vargányát csekkoltuk? Csekkoltuk? Megvan. Uh-huh. Az? Egyetek csak egyetek. Várjál csak. Hány gombászat végződött így? Egyetek, ismerem a Józsi Zeppet. A vargányán én most káposztát főzzek. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után.
Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Drága hallgatók, Vadkert Major, gyerekek, itt vagyunk. Gyönyörű a nap felkelte, néhányan már lovagolnak itt. A velünk szembe található kis homokos lovaglópályán. És hát beindult az élet a Majorban, a gazdaságban, fejik a teheneket, tojnak a tyúkok, repülnek a fácánok. Ők szemmel láthatóan nem ma kezdték, úgy látom. Vagy pedig nagyon jó cimbora a két paci, mert hogy nagyon ügyesen ügetnek. Ez az ügetés, ugye? De jó vagy. Igen. De jó. Igen. Jó igen. Igen. Ezt így hívják, János. Aha. Ez az ügetés. Innen még lehet vágtába ugratni a lovat, amit te ma megtapasztalsz. Így majd van ilyenkor, hiszen után. Amikor te éppen így fogsz parokszkálni, akkor mi pisztollyal lövöldözünk a pálya mentén. Így nagyon van, ügyesek egy hatalmas nagy ostorral csapok rá messziről a ló fenekére, hogy megugorjon. Igen, hát ez a klasszik ügetés. Aha, láttunk. Igen. Gyere befutóra, tétre helyre befutóra, kettes, jön, nagyon jön, hármaska, nagyon jön, kettes. Igen. Emlékeztek, a fix tévő volt mindig. Jön a kettes, ciao bingo, jön az egyesen, ciao bingo. És ilyen, tétre helyre befutóra, ciao bingo, tétre, ciao bingo, jön, nem, nyergeske, nem, Péterke, elmegy, op, azt se tudtad, mi van, csak mondták a lóneveket, mondták, hogy ki ül rajta, milyen nyerekbe, hogy, tehát egyszerűen elképesztő. Vagy nagyon két ügyes kisgyerek, vagy két hatalmas vadhús. Együtt mozognak a lóval, az látszik, megvan a rutin. Az első lánynak valami szúrja a fenekét, hogy miért kell így föl, így kell csinálni? Az egy gombostű van a nyerekbe, tudod, és mindig, ha leül, a szülők belerakják a gombostűt, ezt a gyerek nem tud, és mindig, ha leül, megszúrja a fenekét, és ez újra föl, de ott visszaül, és újra föl egyenesedik. Ez a lényeg. Megvan a mozdulat, Jani? Igen. Nézed, ez leszel te. Elmész az egyik oldalon, átlóba átmész szépen a másik oldalra, végvezet a lovat, vissza átlóba. Így hát vagy, ahogy sikerül. Ugye? Amere akar menni. Így van. Nem tudom, mit akar majd a póni, arra menjünk, amere. Ő akar mégiscsak, ő a sárvár, érted? Csatakos, nagyon jön, egyesen, csatakos. Csatakos, igen. Ugye? Nem, egy ló nem volt, egy normálisan hívnak. Kicsöbb, gyere, úszik a pénz. Na nézzük a közlekedés híreket közben, mi a helyzet. Az utakon a 7-es út 43-as kilométerén egy hete áll a sávban egy kombi világítás, és rendszám nélkül. Micsoda? Aha. Egy kombi világítás és rendszám nélkül. Lac küldte nekünk. Egy kombi világítás és rendszám nélkül. Így van, hát szövegértelmezés egyes bali villanető, hogy velem Farád... Nem volt vesző, persze. Farád belterületén fehér Seatból lézersóval mindenki figyeljen, Speedic küldte nekünk. Aztán Vácrátóton a botanikus kerttel szemben egy Opel Corsa az árokban parkolt. És a rendőrök most nézik, illetve most érkeznek, úgyhogy ott is lesz egy kis dugó. Farád Seat fehér, ahogy mondtam, így van. És Abdán szintén fehér Seatból mérnek, drága barátaink. Nincsen valami híretek arról, hogy miért hosszú a sor Vámos-Szabadi határátkelő mindkét irányba, tehát se be, se ki az országból nem mozog a forgalom. Ezt nem tudom, de ha valaki megírja nekünk, mi mindig abból tudunk építkezni, azonnal mondani fogjuk. Az M3-ason döglött szarvas a 146-os kilométernél a leállósáv szélén körbebójázva. Uh-huh. Gyerekek, vagy hogy a fenébe kerül egy autópályára szarvas? Hogy? Tehát mész, mint 130 és belép eléd egy ilyen 600 kilós dög, és akkor azt te szépen elütöd. Hogy? Hát ott nincs a jobb oldali rész is, ugye bal oldalon, ha mész, akkor ott van ugye az elválasztó sövény, stb. Tehát ezért néhány helyen be tudnak jönni, tehát a legtöbb autópályán azért jobbra álló, vagy valami. Azért az nagyon durva. Gondold el, mész éjszaka, és ez csak beesik eléd ott egy szarvas. Hát az... vagy lehet, hogy akkor húzták fel a kerítést, amikor a szarvas benn volt. Mm-hmm. Vagy lehet, hogy ő még az autópálya építésen maradt bent. Igen, és bent rekedt. Fölhúzták lehet, a kerítést. Lehet, hogy ő építette az autópályát. Fölhúzták a kerítést, és 8-10 éve nem tud kimenni. Így és van. Sajnos egy ilyen szomorú vége lett a szarvas. És egy ideig az aszfaltozók kabalállata volt, de aztán ők elmentek, és ott maradt. És azóta várja őket, mint egy hűséges kis állat. Igen. Valahol Fiat Multipla kiárusítás volt, kérdezi valaki, tele vannak MS rendszámmal az utat. Fölé lett a csoda, ez egy új széria. Igen. Na gyerekek, ha Feri akar rántottát csinálni, akkor ahhoz meg kell szerezni Márpedig a tojást. Márpedig akarsz! Akarok! Világos! Márpedig ahhoz meg kell szerezni a tojást.
Kiszerzi meg a tojást, én csinálom a rántottát. Jani lovagol, kiszerzi meg a tojást. Így van, és Balázs kóstolja elő a vargányát. De szívesen, remélem Józsi bácsi. Nem tegnap kezdte a gombaszedét. Mit szedtetek? Azt szem vargánya. Mi volt Józsi bácsi utolsó mondat? Azt szem vargánya, igen. Gyerekek, nem lehet azt a tojást valahogy ide szervírozni? Olyan messze van az a kis állat. Hozzák ide a tyúkok. Menjünk kocsival. Nincs, hogy eldobok valamit a tyúknak, és visszahozza a tojást a szájában? Hát, nem tudom. Nem tud ilyet? Olyat tudsz, hogy magot kiszorsz szépen sorjába, hosszan, és akkor jön a magnak a nyomvonalán. Most ha ül a fészkén, hogy mi ez? Az lesz, fészek. Fészek, vagy kotlóhely, vagy tojóhely, vagy pottyantós, vagy nem tudom, angol vécé, árnyékszék, bármi az a tyúk. Hogy tudom lecsalni onnan? Szerintem ez, amit a Feri mondott, hogy mondjuk egy ilyen 70 méter hosszan mondjuk tojótápot kiszorsz, és végigcsipegeti, ez szerintem egy nagyon jó ötlet. És nem arra humánus megoldásra gondolok, hogy belerúgok is arrébb megy. Tehát nem erre gondolok, hanem hogy valami emberbarát, állatbarát módon finoman kiszorom neki a tápot, és ezzel elcsalom. Igen, idejön, de nem hozza a tojást. Így van, ahogy szokták mondani, vidéken a tyúk aportfája a dara. Dobd el, és utána megy. Gyerekkoromban, amikor levittek vidékre, én nagyon sokat néztem bele a tyúk szemébe. Aha. Miért? Így van. Hogy lássak benne valami értelmet. Aha, ez ritka hülye állat. De aztán vettetek tyúkszemtapaszt és állt. Ritka hülye állat. Nem egy okos állat. Tehát nem is fér el nagyon sok agy az ő kis fejébe, de hogy a tyúknál ösztönszerű állatot egyszerűen keveset látok. De azok teljesen hülyék. Én ezzel úgy szoktam lenni, mint a fizikával, meg a kémiával, az általános, meg a középiskolában, hogy minek tanulod, ha nem használod. Most egy tyúk pont annyit tud, amennyi az ő életéhez kell. Most miért legyen okosabb? És mihez kellene? Nem tudom én, ha felismerd a rókát, hogy az el akar téged. Szerintem azt felismeri. Melyik a nyest. Aha. Mit ne ijedj meg, ha bők a tehén, ne gondold azt, hogy ez egy róka. Hát azért az életben maradás. Melyik a fitness guru feleség, hogy rá tudjál mutatni a szárnyadra, és mondta, hogy jéka. Jéka. Agassi, elmenj már. Szóval, igen, visszatérve. Na mindegy, menjünk tojást szerezni, gyertek. Nézzük meg ezt a kis állatsimogatót. Legalább közelebbről megbarátkozunk az állatokkal. Kicsit ki vagyok borulva, mert ez legalább egy 45 méteres séta. Azért mondtam, hogy menjünk kocsival. Figyelj, azt mondom neked Balázs előre, igen? Hogy kicsi, fekete, fehér rajzolattal és kiégtől a föld, az nem tojás. Tudod, hogy az bizony a tyúkszá. Tudod, hogy bármit begyűjtök. Nézd, Jani, ezt a kislányt, hogy lovagol? Nézd, így nem fogsz soha. Aha. Egy újabb dolog az életedben, amit soha nem fogsz. Ez a lovaglás. De azért fölülsz, nem? Aranyos. Egy dióhé van a fején. Igen, ő a Makmarciból az egyik szereplő. Igen. Nagyon ügyesen lovagolnak a lányok. Igen. Nagyon szépen. Egyébként, mintha magamat látnám. Ja, Istenem, az a baj, hogy ezt hallgatjuk 6 éve, hogy te milyen így szépen van. Lovagolsz, egyszer nem láttuk. Ők ketten lovagolnak úgy, hogy te egyedül. Gyerekek, kinek lovát néztétek ti meg? Jó, a Pilis Vörösvári lovadrával. Oké, a lovadat láttuk. A tiédet, de az nem is ló volt. Egy hegyomlás. Az egy óriási szörny volt. De arra te felültél egyébként. Fel, létrával felültem, igen, és elindult az a rohadt dög, már ne haragudj. Hát nem volt kicsi. Nem volt, hanem óriási persze. Volt. Milyen kedves hallgatók vannak itt, na nézd már. Istenem, nem hozzátok jövünk, hello. Igen. Szóval, de egyébként te is felülhetnél. Nem ülök föl. Ha nem lenne veled állandó barátod a Majré. Én már egyszer felültem rá, nekem az elég volt. Igen. Gyerekek, nem mondtátok, hogy ez ilyen messze van. Hát azért ez legalább 83 méter. Ahogy a fáját már legalább 10 métert gyalogoltam, lihegek. Na, melyik? Hát azok a kecskék, ott ne keresd. Igen. Itt vagyunk ugye tulajdonképpen a szállásunkkal szemben a kisállat simogató előtt, és vannak... Őzike. Igen. Kettő. Őzike, ő pedig ott. pedig ott zuka. Őzike és ő zuka. Igen. Na. Gyerekek, itt egyébként csak mondom, hogy a kisállat simogatóban 3 kecske öli egymást. Igen. Nem jó hír. Valami gond van, valami balhéba keveredtünk bele, valaki valakinek kölcsönadott, és nem akarja visszaadni a másik. Itt valami csúnya elszámoltatási vita van. Mert hogy... viaskodnak a kecskék. Igen, fura ez egy olyan állattól, ami alapvetően már a neve is jelzi, hogy milyen kedves, mert hogy kecskének hívják. Ez így néz ki, mert én általában egy műanyagtálcán látom fóliában a mélyhűtő résznél. Igen, aha. Na, amikor eredeti, megyek vásárolni, így néz ki. Így eredetibe ilyen. És ilyen piros a taréja is. Aha, nagyon szép. A fóliában egész máshogy néz ki egyébként, amikor az ember látja. Kevesebb a tolla például. Ugye? Fura látnod neked egy ilyen szemétdombot, ahol nem te vagy az úr, nem? Na, hol tudunk bemenni?
Aha. Hát nézd, mindig a kaput használjuk ilyesmire. De nézd, nem hülye állat egyébként, mert tudja, hogy nyílik a kapu. Aha. Igen. És oda gyűlt a kapuhoz. Uh-huh. Aha. Mire számít, hogy ki tud szökni? Nem olyan hülye állat ám ez. Nem, arra számít, hogy enni kap, de nem kap. De nem kap enni. Jó. Na. Na menjünk. Gyertek be ti is. Jaj, hagyjad már. Majd én viszem a kosárkánkat. És tudod, neked szaladna a kecske erőbe. Hírgalmat valóban. Perforálna nekem egy másik lukat. Sziasztok! Na. Szevasztok! Aha. Ne, Jani, ők állatok, nem fognak visszaköszönni. Igen. Igen. A rackák már átszázzák magukat, úgy látom. Na most mit vagizol? Ezt az egyfajtát tudod, mi? Beblöföltem. Na, itt vagyunk a kisállat simogatóban. Nagyon helyes. Nyilván a gyerekek imádják egyébként. Igen. Tehát ide, ha bejöhetnek itt kisállatot simogatni, de az azért kíváncsi lennék rá, hogy milyen gyerekek voltak bent legutóbb, mert erősen hátrálnak a sarok felé. Vajon többet is akartak. Igen. Vajon mit csináltak? Na, hát kezdjük azzal ugye, hogy egy nagyon szép kis faépület van itt a kisállat simogatóban, ami emeletes. Vajon a tyúkok lent vagy fent költenek? Feri, én azt tudom, hogy... hogy én be nem megyek. A kis csirkék meddig szopnak, azt körülbelül tudom, hogy a 8-10 hétig nagyon anyásak, de nem tudom. Hát mit tudom én? Hát gondolom nem megy oda föl, vagy nem fél, megy a róká... oda föl. Fél a rókától? Uh-huh. Igen? Vagy te átragadtad oda a tojásokat, mi? Hoppá! Lehet, hogy nem is pónival fogok lovagolni, hanem rackával. Pipi. Itt hátulod a budi. Azt, hogy ne pisíjek ide. Pipi. Kak. Jaj, gyerekek, érzitek ezt az illatot? A friss szalvának az illata. Hát azt nem fogok, hogy meleves, már nem kellett megenned tegnap est. Figyeljetek, itt van egy, aki egyébként nagyon védi a tojást, mert hogy az nem ment el, hanem az nagyon szemez vélem, lehetett valószínű, hogy vagy kiszúrt, vagy... Ő a helyi agronómus. Nem, tegnap... Csakácsában vagy. Nem, igazából a helyzet az, hogy tegnap picit italoztunk, és emlékszik rám szerintem. Na, itt hol a tojás, Feri? Hát szerinted, hol ül a... Nézd meg, hogy hol van a tyúk. Várja, picit lassú vagyok, és gombos a farmerom, de itt vannak. Fönt van? De várj, itt már nincs térerő, gyerekek. De aha. Van az. Van. Bemásztam már konkrétan. Szia, kicsim. Emlékszel? Én voltam azt a este. Figyelj, van néhány tojás. Akkor azt össze kéne szedni. Ragad meg az alt. Na, behajolok. Aha. Istenem, ez a drága farmer tyúkszaros lett. Na, mindegy. Ez az istáló se látott még ilyen drága farmert. Oké. Okay. Megvannak? Gyerekek, megvannak. Még négy meleg? Tojás. Tessék? Még meleg? Micsoda a tojás? Aha. Nem, de amiben könyököltem, az még nagyon. Figyelj. Az még tűzhorró. Mennyiből akarsz rántottát csinálni? Hát három fejenként legalább. Egy még hibázik, én megnézném a tyúkban. Igen? Nincs ez... több? De ez egy kakasz szerintem, nem? Nem. Ez a tyúk? Jézusom. Figyelj, itt négyet összeszedtem, jó, Feri. Jó, elég lesz, majd beosztjuk. Ott még van egyik, az nagyon messze van, meg egyre jobban szemez velem ez a tyúk, úgyhogy nem akarom azt már, mert szerintem megtámad. Azt mondja, ez egy kakas. Várjál, itt is van még. Persze. Aha. Alul is van még, tényleg? Aha. Várjál, nézem. Aha, tényleg. Kapd el a grabancát. Kicsit úgy érzem magam, mint gyerekkorunkban, amikor tojást kerestünk a lakásba, tudod, a húsvéti ajándékokat így kellett megtalálni egyébként. Bocs, a gyámügytől vagyunk. Lefoglaljuk a gyerekeket. Nem voltatok elég jó szülők. Elvisszük a gyerekeket. Na, gyerekek, azt mondja, hogy 2, 4, 6. Nagyon hát, jó. Nekem már megvan a rántottam. Igen. Nincsen túl sok tojás, de legalább van 30 kiló vargányánk. Illetve, tehát ahogy vargányának látszok. Akkor ez egy tojásos vargánya lesz. Igen. Nem egy vargányás tojás, hanem egy tojásos vargánya. Na, meg vagyunk. Meg, gyerekek, hát kifújtuk a szakma órát, érted? Jövő héten már vezethetünk egy ilyen gazdaságot. Azt. Úgy értünk hozzá, nem? Aj. Hát, kecsketámadást megúsztuk, nagyszerű. Igen. Jó. Azért ebből olyan nagyon nagy lakoma nem lesz. Nem baj, majd kérünk még a konyhát. Jövünk vissza a kosára, 6 darab kis tojáskát. Nincs nálad 3 tojás? Nincs. Szevasztok, hello. Sziasztok. Hát közben a sárváriak megérkeztek a kisállat simogató szélére. Feri, hát mennyi idő ez neked? Nem sok, nem? 5 perc. Hát ha visszaérünk, az egy fél óra ebben a tempóban, igen. És akkor utána belekezdek. Most akarsz reggelizni, vagy 8-tól? Figyelj, nem, hát amikor érsek leszünk, azt mondanak nekem, hogy tényleg csekkoltad a vargányát? Megnézettük, persze. Igen? Aha, van egy helyi emberem, tudod? Ő az előkóstoló? Aki gombaszakértő, tegnap este már belekóstolt. Egyébként a gombászással ugye az a baj, hogy összeszedsz mondjuk 2 kilót, és lehet, hogy csak egy rossz benne. És az is annyi? Az akkor ugyanúgy annyi. A nagy kérdés az az, hogy kinek jut az az egy. Hm. Azt nem értem egyébként. Ez nem a te kocsit, Feri? De igen. De érdekes, a reggeli harmat elkezdte lebontani a dukkózát. De nagy a szállt. Minden jössz haza, mi? Ja, mondjuk ez is igaz. Hú, de szép autó. Ez még 20 év múlva is kocsi lesz, nem úgy, mint az angol ki. Azért azt nem mondtad, hogy tegnap kihozott Jöreged. Le. Jöreged. Kívánom, ja, tényleg leértettek? Csak mondom egyébként, hogy azért azt nem mondtad.
Egyébként hogy igaz. Mennyire rendes voltam. Komolyan. Ez azért jó egyébként, hogy Budapestől Sárvárig leitazunk. Na, csak mondom, hogyha újra akarsz tanulni valamit, akkor a vágtában most már jól lenne, hogy a gyerekek abba hagynák a lovaglást, mert kezd egy picit frusztrálni a dolog, hogy fél órája lovagolnak folyamatosan. Jó, mindjárt fölülök, aztán kicsit megmutatom. Ez a vágta, nézd meg. Tehát ez a vágta. Ez, hát ez még nem is gyors. És mi az, ha nagyon megy, akkor az nagyon vágta? Hát nem, hát a, jó, igen. Van a kis vágta, nagyon vágta, az atom vágta és a brutál vágta. Tehát ezek vannak. Ez egy könnyű, szolid, szelíd, nagyon barátságos kis vágta, de ez már nem az ügetés, János. Ezt se fogod megtapasztalni ma. Illetve pontosabban te ezt úgy fogod megtapasztalni, hogy az egyik lábad bent lesz a kengyelben, te a földön fekszel, és a ló vágtában lesz. És azt hiszem, hogy voilà. Nem, azt, hogy vajola. Vajola. A műlovarnő. Na gyerekek, olaj forró, serpenyő, serceg, aranka kész. Igen, aranka már zuhanyzik. Csináljuk a tojást. Azt nem mondom, hogy ebből azért olyan nagyon körbe kínálunk mindenkit, tehát ez egy szerény kis reggeli lesz, de nem baj. Benne volt, hogy meghívó van reggeli, nem, hát megbecsüljük, gyerekek. 6 tojás, mindenkinek jut 2, némi vargányával, jó. Felturbozva, nem? Igen, most még eldönthetjük egyébként, hogy sült vagy főtt lesz, mert közelben van a termál. Jó lesz ez, jó lesz ez. Látjátok? Na ez a vidéki élet, hogy amíg te alszol a a fővárosi birtokodon, nézd meg, látod, az emberek rendesen dolgoznak. Jó reggelt, jó munkát kívánunk. Jó reggelt kívánunk. Ha bármiben erre, tudunk erre segíteni, tessék szólni nyugodtan. Hát gondolom, hogy mi leszünk az elsők. Ha nagyon szépen kérik, Balázs, nem tesz tönkre semmit, és nem csinál plusz munkát senkinek. Nagyon vigyáztunk a kis állatokra, és semmiféle kárt nem tettünk az egyik állatban sem. Egészen jól elhoztuk ezeket a tojásokat, nem? Na most vagy van helyismerete Ferinek, vagy megy a szalonnaszag után. Tudod, hogy... Nem lesz benne szalonna, mert te vegás vagy. Tudod, hogy mindenhol vannak barátai, úgyhogy... Jaj, nézd meg, a tyúkok ide hozták az összes tojást. Na most ezt most komolyan mondom, kikérem magamnak, engem elzavartok tojás szedni, visszajövünk a helyre, ahol Feri megcsinálja rántot, tehát itt van 30 tojás reggelről begyújtva. Én meg ott kaparászom fönt a kolban a tojásokat. Vágd össze, hagyd Máté, Jani, légy szíves, tört föl a tojásokat. Jó, mindenek előtt Balázs kóstolja meg a vargányát. A vargányát. Gyerekek, ránézése galóca. De gyilkos vagy sima? Ránézése nem vargánya. Tessé. Aha. Na, senki nem csinálja? Az Isten. Mi van? Ja, de nagyon szeretem korán reggel a hagymának az illatát. Te szoktál reggel ilyen nagy reggelit csinálni a gyerekeknek? Igen, én imádom a közös reggelizést. Szerintem semmi nincs jobb annál, mint amikor a kölykökkel együtt lehet ezeket nyomatni. Igen. Főleg, hogy minden reggel a rádióban vagy szinte. De hétvégén nem. Értem én, de ugyanott vagyok, ahol te engem nem vesz áll. De hétvégén nem. Hétvégén tudom csinálni. Feri elkezdte felszeletelni a hagymát. Én miután szóltam, hogy szeletelt föld, és semmit nem csináltál, innentől kezdve valakinek ezt is meg kell csinálni. Akkor figyelj, csináljuk azt, hogy inkább mégis vargányat teszek, az új perccel legyen Balázsi. Ez mit jelent nálatok a bőséges reggeli Feri? Hát egyéb disznó elpusztul reggelre, és akkor utána. Jó, utána azzal valamit néhány faj a margóra kerül. Néhány elhető faj. Már a kihalás szélére. Alá gyújtanál a serpenyőnek? Hogyan kihar van egy egyébként már meg is van, jól van, így van. Mondom, csak ég a gáz, úgyhogy simán. Jó, na ez nem. Ne tehát Jani elkezdte meggyűjteni az egyik gázt, miközben kiderült, hogy a másik már rég, csak rá kell tenni. Jó, egy nagyon kicsi olajon ezt dinszteljétek meg a hagymát, legyél olyan kedves. Vicces, ahogy én dinsztelek, nem dinsztelek. Mit csinálsz? Oké, egyre jobb egyébként, sőt. Adjatok létszés egy fakanalat, vagy bármilyen keverőeszközt, amivel tudok dinsztelni. Jó, köszönöm szépen. Lemesztelenítem a könnyöködet. Oké, gyerekek, olyan vargányás tojás, illetve pontosabban tojásos vargánya lesz látva az arányokat, hogy megbolondultok, bárcsak meg tudnánk kínálni a hallgatóinkat. De ebből te is ehetsz simán, aha, nem? Így van. Direkt nem kértem zsírt alá, érted, meg szalonnát, komolyan. Mondjuk annyira emberiek vagyunk. Picit ezzel fizikai fájdalmat okozol, hogy ilyet nem teszünk alá, mert azért a rántotta, az úgy rántotta. Így, ahogy mondod, és sőt, még egy kis kolbászt is tennék bele, de az most pont nincsen, úgyhogy... Aha. Ég, Jani, ég, abszolút ég. Nagyon jó, és oda se fog égni egyébként benne. Ó, köszönjük szépen. Teflon. Őflon. Menni fog ez, jó? Jani, meg tudod a másikat is gyújtani? Persze, akkor tudunk hogy a viharban. Le, azt mondja, hogy várjál, meggyújtom a sapkám, mert nem látok. Nem tudom, hogy tudom átvinni a gázt. Ez nem olyan. Ez nem. Ne, az most a sütő egyébként, ja. Ezt hagyd a francba. A sütit később rájöttem. Már jár, de hol van? Van valahol gyufa?
De ez nem gyufás, hát miért lenne ez gyufás? Hát megnyomod és meggyújtod, mint régen, nem? Vagy ez nem az? Nem. Vannak régi dolgok régebbről. Ez az. Várja, meggyújt. Na, hát most reggelizünk, gyerekek, ahogy látom. Jó lesz az. Meg vagy? Nyomjam? Melyiket akarod meggyújtani? Legyen ez jó. Eltekerjem? És tudod, lerobbanna az arcunk. Gyújtjuk a gázt éppen. Már a hagyma serceg. Nagyon jó. És ég a gáz. Ez fogós? Egy ideig fogós, ugye? Egy ilyen kis tartós. Na. Ó, hallod ezt a hangot? Ugyanilyen hangok vannak Jani szobájában reggel. Így van, nagyon kutyog a gyomrom, valamit kérnék van. Egy pohári berogaszt. Mivel ugye a szoba szomszédom volt, ugyanezeket hallottam, ilyenkor mindig átszóltam. Jani, minden oké? Okay? Persze. Jól vagy? Igen. Jön a sűrű. Mondtam, hogy egyél több rostosat. Na, gyerekek, én fogom ezt a gázt ide, teszünk rá egy serpenyőt, az lehet, hogy segít. Engedd el. Jó. Most? Nem ma kímérem a koleszterinemet, ahogy látom. Miért? Hát semmi nincs benne, pici olaj, kicsi hagyma, meg a vargánya. Havargánya, ugye? És hát néhány csibe. Szereted a tájkaját? Igazából az a helyzet, hogy aki tesztelte a gombát, ő már a sárvári ambulancián egy gyomorvosás után van, de egyelőre nem tudtuk kikérdezni, hogy melyik tába evett bele. Jó lesz ez. Aha. A szakértő azt mondja, jó lesz látom, ez. Üvegesedik a hagyma, ha üvegesedik a hagyma, akkor nincs baj. Na most ez tényleg? Na jó, de ez a szakszó, nem Feri? Ugye? Üvegesednie kell a hagymának. Jól van, elmegyünk egy picit hírezni, jó, közben Feri megcsinálja a rántottát, és aztán pedig 8 óra után ebben a gyönyörű majorban, hát Janit lóra ültetjük. Végre, király! Visszakapsz mindent, a ma reggeli alfás poént, mindent! Megnézzük, hogy tud lovagolni. Körülbelül egyébként most kommentkezben hányadik rántottát ez Feri? Nagyjából. Tehát az 5 és 10 ezer, eddig a 10 ezer fölött mennyi rántotta van? 10 ezer rántottát nem lehet megcsinálni, szerintem egy szakács se nyom. Én szeretem, kedvelem ezeket a kis reggeli formulákat, hogy az ember egy jó meleg rántottam elé, odaül. Nem, ez hát ez jó lesz. Ez tényleg jó, igen. És akkor biztos, hogy vargánya, nem? Mert ha nem, akkor az. Én itt láttam, török magunknak egy darab taplót. Jó, hírezzük egy picit, jó? 7:30 egészen pontosan, közben várunk még közlekedési híreket. Ha van valakinek kedve meglátogatni bennünket, de jó illata van már itt sül a hagyba. Kicsit úgy érzem magam, mint Borbás Marcsi egyébként, gyerekek. Tehát ez átváltottunk egy picit éles váltáson. Sül a hagyma, milyen finom illatok. Hogy kérdezzem meg, ez a szalonna, ez miből ez nem, készült egész pontosan? Nem a hagymaserceg, ez sem papír most. Igen, szóval, hogy várunk friss közlekedési híreket, 7:30, Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk minden hallgatónak, gyerekek. Itt vagyunk még mindig Sárváron, egy gyönyörű, mondhatni festői helyen, a Batkert Majorban, egy élő kitelepüléssel, ami ugye hotel, fogadó, kemping, háztáji állatok, lovaglási lehetőség egyedül. Kedves egészségedre, János! Mondtam, hogy állj le, inkább tér vissza a kávéra, nem? Szétviszi a nyálkaártyádat. Egyre durvább le. Nem jó. És most ráadásul Feri köldökéből szívtam ki. Apukám, mire az aljára érték, kifáradtál. Nem jó, megint elkértél egy 500 eurós tőlem, összetekerted. Nem. Állj le. Ja Isten, mi ez, köldökszesz? Szóval, Batkerti Major, gyerekek, gyönyörű hely, ha valaki esetleg gondolkozik, hogy eljöjjön el, tegye meg, tényleg fogja a családot, fogja a gyereket, el lehet menni hatalmasakat sétálni, lovagolni, háztáji állatok vannak, kis állatsimogató, tehát kiszakadni egy kicsit a városból, arra egyébként tényleg a legjobb hely. Tökéletes. De ha mondjuk a Máté szalkai, akkor gondolják át, mert... Nyilván, de szerintem, ha hosszú hétvégére jössz, vagy 4 napra jössz, akkor tökéletes tud lenni. Ugye a fürdő is itt van a közelben, ott már nekünk is volt kitelepülésünk, ejtőztünk már egy kicsit, tudjuk, hogy nagyon-nagyon jó Sárváról és környékéről. Tényleg csak a legjobbakat lehet mondani, hát és ugye itt van a Nádasdivár közelben, tehát gyakorlatilag jó, városi most... kirándulás, jó, bocs. Adjuk ezeket a várakat. Na. És most zene. Ahogy kérted, János, átpirítva a hagyma, és rendesre megsütve a rántotta, amit hát én elhatárolódnék tőle, de aki így szereti, annak így szereti. Egy kis tojásos vargánya, ahogy látom az arányokat? Van rendesen benne tojás is, még zsákmányoltam a konyháról. Igen. És akkor se egy kis zalonna, semmi most. Akkor mert nyomjuk vegába, nem? Szolidaritunk, nincs azzal baj. Viszont gyönyörű. Én veled megyek, Jani, ahova gondolod, úgyhogy tessék, itt van, jöhettek enni. Na igen, csak nagyon. Beszéljünk egy kicsit gyönyörűen, még, mi? Gyönyörűen néz ki.
és a Feri mennyire ügyesen tartja a tányérokat, hihetetlen, hogy mit tud csinálni azzal a két ujjal. Ami van neki, illetve a szigetelő szalag még sokat segít. Egy-két SMS csak gyorsan, mit írnak a hallgatóink? Ez a vadkert major tisztára olyan, mint a munkahelyem. Reggel tojások keresése, aztán kajaszünet, mindezt az egész nap egy kis állatsimogatóban ide a Zoli, hasonlítva a saját munkahelyét, igen. Gordon, hát Gordon Fercsi vadkert omletje. Milyen jó lenne az majd Afrikában, így a Ramos. Hát igen. Hát gyerekek, igen. Majd Afrikában besírtok egy ilyenek, nem fogtok aggódni, jó gomba, így a Ramos. Afrikában nagyobb bajaink lesznek ennél, szerintem. Van, egyébként. Mint ez a majd... gomba. Igen. Zabot rakjál bele a rántottába, mert ahhoz vannak szokva. Ezt is Ramos küldte nekünk. Igen. Vargánya, kecske, ló, 110 birka és minden háztáji állat éljen a major az év 365 napjában, küldte ezt nekünk. Egy hallgató valószínűleg sárvári és sokat jár erre. Balázs, a kódot nem felejtetted el lemosni a tojásról tegnap este, amikor a tyúk alá raktad? Igen. Ne feledjétek, a fű zöld, a csirkék. Szerintem jó, okay, ez ötös, ötös volt. Azt gondolom, hogy gyerekek, nekem ez egy péntek 3-4-8. Tökéletes. Jó, ez a jelszó tízig, jó? Jó. A fog zöld, a csirkék. Köszönjük. Ne felejtsétek el. Na, jól van, 8 után egy kicsit, hát hogy is mondjam, átmegyünk a lótartás felé, vagy kicsit belemegyünk a lótartásba. Patkolás... lovaglás. Micsoda? De nem nekünk kell patkolni. Lószörnyírás, sövénynyírás, Jani lóra ül. Kiváló lesz. Ügetés. Lovas nemzet a magyar, szokták mondani, de akkor én lemondok az állampolgárságomról. A biztonság kedvé. Állítólag genetikailag mi úgy vagyunk kódolva, hogy abszolút. Fölülsz a lóra, és egyszerűen, ha ott csörged ez egy őseid vére az ereidben, akkor meg fogod érezni. Minden magyar. 5 perc múlva már hátrafelé nyilazok, szerzetes kolostorokat égetek fel, igen, nőket rabolok. Ezt akarom, hogy a lányok megerőszakolásától tekintsek. Kérlek, a nyilazásban is a hús nyereg alatti puhításában még benne vagyok egyébként. Ha nagyon akarod, akkor lóra ülök veled, és akkor ketten belevágtázunk a napfelkeltébe. Egyébként már közel vagyunk ahhoz. Üljünk lóra. Hajlá, 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 húj, húj, hajlá. Jéka, jéka, agassz, itt van mi? Hogy, szóval, hogyha akarod, akkor lovagolhatunk egyet. Most egyébként csak mondom, hogy a közös lovaglás, a közös messzele lovaglás egyfajta tantrikus jelleggel, ez itt abszolút megvalósítható. Elmegyünk a major azon szegletéből, uh-huh. Senki nincs, felnyergelnek nekünk három lovat, és belemegyünk a napfelkeltébe. Csak két ló van? Jó. Igen, Balázs, amely ketten imitálunk egy nagyon régi mitológiai történetet, Európa elrablását. Én keresztbe fordulok előtte a nyergen, ő pedig elvágtat vele a napfelkeltébe. Igen. Na, hát szóval tényleg gyönyörű helyen vagyunk. Jól van, van egy játékunk Óven bácsival és Beru nénivel játszunk. Már is itt van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Nézem, hello. Várjál itt közön megnyitlak. Andi. Hello, Andi. Igen. Szia. Nádudvarról? Igen. Nádudvar. Nagyon szép neve van. Nádudvar. Szép a hely, azt hittem, azt mondod. Ja, hangulatos Nádudvar. Nagyon szép, nem? Nádudvar, de itt van egyébként a közelben a lábapalt is. Igen. Mit csinálsz? Egy 14 hónapos lánygyermekkel vagyok itthon gyesen, és itthon bandázunk. Na, hogy hívják? Adél. Nagyon szép neve van. Szép. Gyerekek, és mi? Alszik jól hallhatóan. Csendes. Nem. Nem? Betömted a száját akkor? Vagy kizártad az erkére? Mert hogy egyedül nem halljuk a hangját. Hát ha szeretnétek, akkor idehozom magam mellé, de elszakaráltam gyorsan. Ma reggelek nyugodtan. Gyerekek, ez a névadás, ez egy olyan baromi nehéz dolog. Mi megint most kezdünk ezzel szembesülni. Hát ötletünk nincs. Szerintem Balázs. Uh-huh. Szerintem akarom. Legyen Titus. Beljebb vagy. Te vagy beljebb, adom. Nem tudom, gyerekek, nagy bajban vagyok. Nektek könnyen ment, Andi? Nagyon könnyen, mert én már ezt már nagyon régen tetszett az adánylév, és amikor megtettek a kislány, akkor egyből én ezt el is döntöttük. De néztünk mink is utónévkönyvet, de amikor megláttam be azt, hogy ez le van anyakönyvezve a Tea című név, akkor én azt egyből be is csuktam. Tea, igen. Igen, ezzel foglalkoztunk a múltkor egyébként. Tudom, hallottam. Ennek, hogy milyen döbbenetes filmes lányok vannak. Igen. Elképesztő egyébként, hogy mit engednek. Iszonyat, és hogy ezt még anyakönyvezik is. Igen. Hogy ez a legrosszabb benne. De nagyon szép név egyébként. Horváth Tea.
Vagy fekete tea. Fekete tea. Igen. Nem azt kérdeztem, mit kér, azt kérdeztem, hogy hívják. Fekete tea. Elnézést. Lát itt valahol pincér? Nem, nem, a nevét kérdeztem. Na jó van, Andi, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyeljem. Janit látnál, nézd, hogy vágtat, nézd, azt az ügetést. De Jani, vagy hol lehet? Igen. A lovat már látjuk. Mutatjuk, hogy mit énekel, figyelj, Andi. Na. Ó, meg leszed. Hát nem tudom. Még egyszer? Hogyne, mutatjuk még egyszer, figyelj. Nem mutassunk hosszabban. Ergo, Ballag a katona. Hát jaj, na jó. Ezt is meghallgatnánk valamikor. Hallgass meg ott otthon. CD-t előveszed, azt hajrá. Menj haza, aztán hallgass meg otthon. Irányzom, mit akarsz, mint a hétvége. Tízig bírt ki valahogy utána, azt hallgatsz, amit akarsz. Na, Andi! Van egy ajándékcsomagod. Nagyon örülök, köszönöm. Flatulálunk. Köszönöm szépen. Andi, nagyon ügyes vagy. Apró részletet mutattunk volna, de technikus kollega oda bent még viszonylagosan. Ráaludt a pultra. Kicsit új és rákönnyökült a pultra. Nem probléma. Ugye 4,5 másodperces részt megmutattuk, de nem annyira szigorú, mint mi. Benne maradt a bögre, benne maradt minden, úgyhogy van egy nagyon szép kis ajándékcsomagod, jó? Nagyon szépen köszönöm. Na, örülünk, akkor küldjük. Köszönöm Köszi, szépen. Köszi, ciao. Szép napot, hello, sziasztok. Hello. Gyerekek, hát azért valamit úgy piszmákoljunk már bele a barántottába. Ja, vagy csuszmákoljunk. Csuszmákoljunk, valamit csináljunk már azzal a rántottával. Hát legalább te, mint a nagy vega, a rántották na, szakértője, és a pontozója, hát azért valamit csinálj már, kóstold meg legalább egy palatot. Hát ha már ennyit dolgozott vele a Feri, aztán majd ha nem figyel, kiöntjük a kukába. De nyugodtan kiönthetitek, így is tudom, mit gondoltok erről. Azon gondolkozom, hogy azokon a lovakon fogtok lovagolni? Hát, mert akkor viszont beszélnék a lóval, ami a Jánosé. Én szívesen felülök, mondjuk ilyen kisebbek, de aha, szívesen felülök, csak ebbe a vágta meg. Az ügetés kényelmetlen az ilyen alacsonyabb lóvakban, a vágta már nem annyira. Miért? Leér a lábad? Hát más, egy nagyobb lóval, egész egyszerűen kényelmesebben ülsz. Igen? Más, már nagyobbakat lép, sok kicsi apró lépés miatt egy kicsit pattogósabb egyébként, de nem baj. Aha. Itt vagyok egyébként, rántott a mellett, nagyon jól néz ki, Balázs. Cipőfűző, szarvasbogár. A szarvasbogarat választ. Gyerekek, jól néz ki. Köszönöm szépen, koromhoz képest egész jól tartom magam. Tegnap is sportolt. Főleg így napfelkeltében. És azért a házi tojás, gyerekek, az házi tojás. Tehát amit teszettél az saját kezeddel. Nem úgy értem, de hogy más kicsit, szebb a színe, jobban néz ki, sárgább. Tehát hogy az üzemi és a házi tojás között azért nem csak színben nézünk. Mellett a stúdiónk. Olyan sárga. De tényleg, más a színe, tehát egész egyszer jobban nagyon néz ki. Fincsi. Egész, valami jó hosszú zenét rakjunk már be, mondjuk, mit tudom én, Michael Field-től, Jubilar Best, de az egész. Jó? Két és fél óra, úgyhogy eddig tudsz enni. Jól van, 7 perc, szóval pontosan 8 óra, ha valakinek van kedve bennünket meglátogatni, jöjjön, de leginkább akkor teszi jól, ha nem néhány percre ugrik ide, hanem mondjuk lejön a családjával egészen nyugodtan. Vadkert, Major, gyönyörű hely, kisállatsimogató a gyerekeknek, kemping, hotel, fogadó, lovarda, háztáji állatok, iszonyatosan jó kaják, úgyhogy tényleg érdemes egyszer ide eljönni, nagyon szép helyen és vagyunk. És nem csak mi vagyunk itt, ugye ma reggel, hanem a Garami Gabi bácsi is jön a hétvégére, lehet kívánságműsorban üzenni az otthon maradottaknak, amíg te nyaralsz. Ja, és vadat tessék enni az étterembe, mert abból belepusztulsz, olyan jó. Igen, igen, akár most elindul jövő héten indián nyár van, úgyhogy tényleg 2-3 napra abszolút érdemes ide jönni. Egy napra is nyilván ide látogatni, de itt aludni, napfelkeltét nézni azon abszolút tényleg gyönyörű és megéri. Milyen János, finom? Nagyon finom. Azt javaslom mindenkinek, aki ide tart, hogy negyed órával később jöjjön a mostani időponthoz képest, hogy már ne tudjuk megkínálni tovább, mert nagyon jól sikerült. Hat lesz ma pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en.
8 óra múlt pontosan, 9 perce, jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, meglehetősen magányos az ember, ha egyedül van. Téged látlak, szevasz Cimbi! Futagyáva, gyerekek, a Janit valaki adja vissza, igen, mert a lovaglástól ő megrettent és eltűnt. Kiné van a Jani? Itt van már, ebben a pillanatban jön vissza, csak még visszament a tyúkokkal, volt egy kis elszámolatlan vitája, amit meg kellett oldani. Elmentem oda, ahol a király is kakilni járt. Igen, de itt vagyunk. Na, vannak friss közlekedési híreink, mielőtt belevágnánk a lovaglásba, mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy az M1-es Zsámbéki pihenőhelyénél Budapest felé baleset történt, egy kamion kisbusszal találkozott, ami a torlódás van, ezt István küldte nekünk. Van egy trafink az M5-ös 43-as kilométerénél. Szeged felé, üzeni nekünk G. Aztán az M3-as Miskolc felé vezető irányában a 102-esnél a hídról mérnek, az utána pedig ott áldogálnak az elfogó vadászok. Ezt Laci írta nekünk. Hungária körút, Hős utca sarkán nem működnek a jelzőlámpák, óvatosan menjen mindenki, üzente Nóri. Az M2-esen a 30-as kilométernél súlykontroll várja a nagykocsis kollégákat, de szép megfogalmazás, ez béküldte nekünk. És a 85-ösön Farádon Fehér Szeádból mérik a Csorna felől érkezőket. Gyerekek, ha egyszer arra járok, viszek egy ajándékcsomagot és beadom nekik. Komolyan. Most tudsz menni úgy hazafelé. Maradt egy ajándékcsomagunk? Hogy nem maradt volna? Csak ők Farádon vannak. Ha Csorna belterületén ott állnak 11 óra, akkor ablak leteker, bekopog, bead tovább egy. Megcsináljuk, Jani? Adjunk nekik. Hát ez elképesztő. Farádon mérik a Csorna felől érkezőket, és Csornán állnak, és ez a Fehér Szeát, ez hol Csornán, hol pedig Farádon áll. Én tudom is, hogy hol áll egyébként Csornán. Ha mész a körforgalom, akkor nem jössz el Szombathely felé, hanem mész még egy kicsit tovább Sopron felé, és ott áll bal oldalon általában. Ahogy Sopron felé mész a körforgalom után, a csornai körforgalom után. Hát figyeljetek, adjunk egy ajándékcsomagot nekik. Gyakorlatilag ugye például a Kassatibinek rovata van nálunk, de ritkában van nálunk, mint ez a trafi Farád belterületén, most komolyan. Van, aki még belefut ebbe Farád belterületén és Csornán, szerintem? Hát, mert hogy mindenki ismeri. Az osztrák ismeri. Kollégák biztos. Szerintem gyakorlatilag már ilyen a helynek a részei. Igen. A templom az itt jobbra van, ott van a polgármester, ott meg a trafink. Igen. Na, a mi helyszínünk pedig egy festői major, ha lehet így mondani, méghozzá a Sárvári Vadkert major, ami egész egyszerűen gyönyörű. Egyébként a fekvése is hihetetlenül szép. Látjuk a napfelkeltét pont itt előttünk, erről beszélgettünk felé, hogy milyen jó lenne egyébként ilyen helyen lakni. Nem oltottad le a kocsinak a reflektorát. Igen. Hogy mennyire meg tudná ezt az ember szokni, nem? Hogy nem a városi rohanásban, gyönyörű, olyan kimész reggel, futsz egyet, lovagolsz egyet, megfejed a kis kecskédet, iszol egy kecsketejet, utána összeszeded a tojásokat, hogy mennyi rossz energiát vinne el az emberből az ilyen típusú élet. Hát és rengeteg program lehetőség is van itt a környéken, nem szabad elfelejteni például a sitkei kápolna, ahogy a jó szakében. Adjál most ezzel, most a majorról szeretnék beszélni. Igen, és a szelestei arborétumot is meg lehet látogatni, ez is itt van a közelben. Innen is lehet egyébként a majorból elindulni mondjuk kerékpárral, mert amúgy kerékpárt is lehet kölcsönözni. Nagyon családi a dolog, ide le kell jönni 2-3 napra szépen, gyerekkel bringát bérelni, lovat bérelni, jönni, menni, futni, kis állatcsimogatóba menni, nagyokat kirándul, egyébként tényleg gyönyörű. És hát ugye ezt nyilván a sárváriak tudják, de hogy itt van egyébként egy 4 évszakos lovaspálya is, rengeteg lovasversenyt is rendeztek itt, aztán egy ideig nem volt, aztán most újra van egyébként, és hát a sárváriak tudják ugye, hogy maga a sárvári ménes is azért egy elég komoly múltra visszatekintő dolog, már az 1800-as évek elején volt sárvári ménes, aztán volt egy kisebb hiba százalék, de most ez valaki nyitva a karámot. Nem. Hadd szólítsalak csak lexikonnak. Ne, gyerekek, igen, hát a sárvári ménes azért, aki picit is lovagol vagy volt ló közelben, azért arról tud, hogy egy nagyon híres ménesről van szó, ahol ugye hát nagyon, de hát majd mindjárt nekünk Gyula egyébként segít, nagyon klassz kis fedező lovak is voltak. Gyula, jó reggelt kívánunk nekünk, nekünk ma te vagy a segítségünk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggel, Gyula fedezésben nagyon ott van. Birtokigazgató úr! De jól mondom, hogy a sárvári ez ménes, ugye? A sárvári ménes, hát azért nagy hagyományokra tekint vissza. Így van, ugye? Ezen a helyszínen kezdték a tenyésztést 1800-as években. Így van. Aztán hát látjátok, a mai napig vannak lovaink. Itt most, amit felvezettünk, azt látjátok, hogy van, amit tenyésztünk mi elsősorban a kisbéri félvér. A két sárga ló, az egyik, amit patkolni fognak. Milyen sárga? Ez barna. Ne szórakozzál velem, Gyula, én ezt sose értettem, hogy kese, meg izé, milyen... Fefe, meg fufu, meg sárga. Nem baj, ez a mikrofonszivacs, a sárga, az a ló, az barna. Igen, csak ez a szakma, a sárga az, ami a sörénye nem fekete. Nem fekete, akkor igen, sárga. Az sárga. És nem szürke. Valaki, gyerekek, hogy van ez? Hagynám, hogy igaza legyen, Feri. Én is úgy engedjem el, mi? Lehet, hogy jobb elengedni, igen. És itt komoly lovasversenyeket is rendeznek, ugye? De természetesen, a hétvégén is esemény lesz. Már látjátok, felkészültünk itt a pályára, össze vannak rakva az akadályok. Ezeket ma a
az egyik szakértő emberünk össze fogja állítani, úgyhogy holnap reggeltől ezen fog működni a diugrató lovasverseny. Kicsit nagyképűen azt gondoltuk, hogy ezt Janinak raktátok ki. Aha, hát, igen, nem. Hát lehet róla szó. Azért valljuk be őszintén. Azért kicsit már... sápadt. Mindig ilyen. Igen, mindig ilyen. Próbáltam ismerkedni a lovakkal, és rájöttem, hogy az a hátulja, ahol csak hosszas unszolásra fogadt el a kockacukat. Sokkal kisebb a veszély. Igen, de nagy nehezen lenyomtam a torkát. Próbáltad állítani, milyen fura haja van. Mint a vargányás tojás, az sokkal veszélyesebb volt. Figyelj, mi bízunk a Feriben. Ő azt mondta, vargánya egyelőre nincsenek tületek. Jani, itt a hírek alatt. Majd egy óra múlva. Igen, Jani, itt a hírek alatt heves izzadásba kezdett, de azt mondta, ez csak a betűző napsugarat miatt van. Illetve a klimax. Igen. Na, ott már lópatkolás zajlik tulajdonképpen? Azért. Igen, ott már folyik a munka. Most egyelőre szoktatják ide a hangszórókhoz, meg a sárga emelvényhez a lovakat, mert azért nem szokták meg ezt a környezetet. Na igen, most meg ötöske, elég sok ember áll. Én csak így hívom a lovat, hogy ötöske, mert az van beleírva az oldalába. Ötöske annyira jó fej, hogy oda ment hozzá a kovács ember, és így odaadta a lábát. De nézzétek a szemét, látjátok? Nem látjuk, mert háttal áll nekünk a kovács. Ő figyel bennünk nagyon. Igen. Az érzi, lenne, hogy valami van. Nem lenne baj, csak vérben forognak a szemei, és nagyon sunyít. De hát ez nyilván már a Janinak szól. Nem rajta kell majd lovagolni. Nem, ugye? Na, mert megnyugodhatsz a hátsó, az ide se tudjuk vezetni, az annyira fél. Igen, azt most törjük be hátunk. Igen, hát ők nem nagyon szeretik a hirtelen valami idegen dolog bukkan föl, vagy hát legalábbis megszokják, és akkor már nincs baj, de kell egy párszor itt elvezetgetni őket. Azért egy üvegstúdió, meg ezek a sárga kis Klassz FM zászlók nem annyira illet bele nekik ez eddig a látképbe, ez most egy picit más, de a te lovad, Jani, egyébként azt kell, hogy mondjam, nagyon fegyelmezetten áldogál, nyugi, és az látszik, hogy az érőny más temperamentumú ló, mint amit épp patkolnak, erre igen, nem biztos, hogy jó lenne, ha felülnél. Igen, nagyon jó szolgáltat tesznek azok a békjók. Igen. Milyen jó ilyet látni, nem az ember milyen ritkán lát ilyet, nem? Hogy például tényleg patkolnak egy lovat. Hát azért ez nem egy mindennapi látvány. Te csináltál ilyet, Feri? Hát nálatok ez ott, amerről te jöttél, ott messzi földön. Mi ezt foggal csináltuk, nem? A patkolást, ne szórakozzá. Már Robi barátom, akit patkoló kovácsként funkcionál a mai napon, csak nem akarok oda menni, mert a ló engem néz, és rohadtul ideges. Nyilván a sárga színű mikrofon szivacs miatt. Nem. Megpróbálhatom? Nem azért, mert ő egy fedezőmén, és tetszel neki. Mit mondtál? Ja, azt mondta Robi, gyere nyugodtan. Robi, hányszor rúgtak már fel ezek a gyönyörű jószágok? Elég sokszor. Akkor itt is hagylak, szevasztok, gyere, ez nem az én sportom. Gyerekek, ahogy a bombaszakértőknél is mindenki mondják, hogy minden bombaszakértőnek megvan ugye a saját bombája, minden kovácsnak megvan a lova. Kérdés, hogy így van. Hogy így találkozik-e vele? Első ránézésre azt hittük, hogy ez egy maori tetoválás homlokán, de nem patkonyom. Igen. Feri, merészkedj még oda, hát azért egy kovács emberrel ritkán beszélget az ember, hogy aha. Mi most mit csinál, milyen munkafolyamat ez, mi van, ha egy ló nem engedi, hogy veszik rá? Kérlek, annyi? Szépen körmöt vág a Robi, most jól láthatóan, ugye? Később a lóval is foglalkozik. Vágjuk a körmét, ami elhalt részt leszedjük. És akkor erre megy rá, ez nem fáj a lónak? Nem. Na, mondjuk nekem se fáj a körönvágás, de hülye vagyok. És amikor, mit adjak? Aha. Ja, ezt az egész kis szerkezetet, értem. És amikor a szöget belevered, akkor az se fáj? Az se, ha a rossz helyre verjük, akkor fáj. Aha. A harapófogóval mit csinálsz? Lecsípjük az elhalt részt. És ezt te honnan tudod, hogy az már elhalt? Ja, hogy rúg, hogyha már nem elhalt, mi? Látszik rajta. Aha, gyönyörű dolog. Ezeket te is szoktad kovácsolni, vagy ezt már veszed kész? Készen veszük őket már. Már előle le van gyártva minden. Mi, mennyi időnként kell egy ilyen lovat megmacerázni? Általában 6-8 hetente érdemes átosalni a lovat. Mert elkopik, vagy megnő a körme? Megnő a körme, és már a ló nem úgy jár, ahogy kéne neki. Mi az igaz, hogy a rendes kovácsok nem ülnek lóra, mert tudják, hogy milyen? Nem. Mindenki ül lóra. Aki lóval foglalkozik, általában fel is ül rá. Ha jó, van egy újabb hülye kérdés. Sikerült ebbe föltennem, de hát ezt már megszoktátok Feri, tőlem. Én szeretem, olyan vagy, mint Borbás Barcsi. Őszintén érdeklődő. Gyerekek, hát megkérdezem, hát most mikor találkozom én a 13. kerületben lóval? Hát most ne szórakozzál. De milyen ügyes a paci egyébként, mert kapaszkodik a kovácsba a lábába. Az egyikkel. Gyerekek, ez nem egy egyszerű. A lópatkolás nem egy egyszerű. Hogyha végeztél a lóval, akkor Feri a kedvedért szívesen lerúgja a konverzeit. És az ő elhat hámszöveszeit. Gyula, mit tudunk Jani lováról? Mesélj róla egy kicsit. Jani lova egy 17 éves kisbéri törzskanca. Yes. Oldtimer, lassan már egyébként nem kell. A név kötelez, fergeteg névre hallgat. Remélem, ez csak gúnynév. Ne. Nem, nyugodt ló, úgyhogy megbízhatsz benne. Aha. Nagyon, nagyon nyugodt ló. Fihet, a többiek azok meg várnak a kozmetikusra, vagy ti miért álltok itt?
Nem, azért... Csak azért állnak itt, hogy Arninak még nehezebb legyen, mert minél több ló van a pályán, annál jobban egymást figyelik, így... Tehát a két kislány a két kisebb lovon jött Janit bezavarni, hogyha majd fölül, akkor még nehezebb dolga legyen. De most hát oda mennék veled beszélgetni, de van egy ló közöttünk, tudod, úgyhogy kihagyom a dolgot. Nagyon szépen, ők voltak azok, akik ügettek itt igen, az előbb. Vágtáztak. Vágtáztatok, és mióta lovasztok? Hát, sok ideje. Aha, értem. És a ló? Ja nem, szia, megsimogathatom? Ugyanúgy kell, mint a kutyáknál. Mi a neve, hogy a lányod... Mi a neved? Ja nem, akkor igen. Áfolya. És a lóé? Jaj, úristen. Nem hagyhattam ki, ha itt vagy. Utoljára 86-ban a hahotában igen, olvastam. De akkor is szeretted, ne felejtsd el, soha ne felejtsd el, hogy akkor is szeretted. Igen, megsimogathatom, és a kutyát tudod, ez a következő. Igen, megsimogathatom, és a szüleid mit foglak hozzászólni? Feri gyermek még igen. Jó anyagú egy ilyen ló egyébként. Igaz? Aha, rendben van, nem? Kis élő. Ja, az a durva, azt nézem, hogyha fölülnél rá, leérne róla a lábad. Ezért szerintem. Nem én ülök föl, hanem a Jani. Tényleg a Janit nem tudjuk egy ilyen kisebbre fölültetni? Ide adod az áfonyát? Kell neki az a nagy hát azért hoztuk ide. Azért tudjon hoztuk választani. Oda. Csak gyere akkor a nagyhoz. Jó, megyek, megnézem, hogy megvan-e még a mandulája. Figyelj, egyébként csak mondom, hogy a lovad áll a legnyugodtabb a Jani. Ő egy harcedzett ló. Nagy látom baj rajta. Nem lehet, nem fogom. Ő evett a vargányából, igen, tudod? Komolyan, azért, amikor kijöttél hozzám a lovardába, ott fölültetek mind a ketten egyébként, azt nagyon szerettem. De azóta te egyáltalán meg előtte se nagyon, nem Jani? Tehát, hogy így lovon, te nem vagy az a nagyon. Kérdezte valamit? Már nem lát. Tehát, hogy lovon előtte se, utána se. Amikor kijöttetek igen. hozzám, akkor fölültél, ugye? Akkor kipróbáltad. Ennyi volt. Igen. Ennyi volt. Kis túlzással többet ültem tevén, mint lovon. Igen. Mesének hívták, emlékeztek rá? Ó, Istenem, igen. De szép volt az a hegyomlás. Feri fölült rá fordítva. Igen, olyan volt, mint egy Andersen mese, mert nagyon nyomasztó volt. Igen. Mi a neve, Gyula, hogy hívják? Fergeteg. Ja, Fergeteg, ezt tényleg az előbb van. És Gyula, mi a neve? Na, lovasóra, első néhány mondat. Mit tanácsolnál a Janinak, aki hát nem egy gyakorlott lovas, más sportokban nagyon jó, hát lovagol, nem hiba ez. Hát az első tanácsom, vegyen fel egy kobakot. Aha. Tehát azért biztosan megyünk. Hova? Kicsit örülök, hogy ezt nem nekem mondtad, mert nem lenne jó egyik se. Köszönöm, hogy nem aláztál meg. Igen. Hogy az XXL-es is kicsi rám, ennek mindig nagyon örülök. Aha. Szóval biztonsági mellényre nem lesz szükség, mert elég puha a homok. De jó néz ki ez a kobak rajta, tehát direkt Diami. Azért van, kis igen. szövettel bekeverve. Méret helyesen kell kobakot venni? Igen, tanácsos azért. Ha? Jó, ne hagyjuk már ezt, hogy még ízi fejhallgató is. Szegény. Hogy érzel, biztonságosabb így? Aha, a fejem már rendben van, szerintem beazonosítható leszek majd az esemény után is. Egyébként ezzel a kobak védővel, vagy kis kobakkal, nem tudom, sapkával, és akkor konkrétan úgy nézel ki, mint egy zsoké. Tehát így maga a termet, sapkar, nalmin, hát teljesen. Jó, vöröskettes, eltalálta! Mi a baj? Semmi, mondom most már semmi. Vörös egy jelentkez. Szóval, hogy abszolút. Még abszolút egy 10 kilót ledobsz, akkor már mehetsz. És az lenne a durva, hogy tudod, megy a hűítés, megy az altatás, hogy fölülne, és olyan szép ügetésbét elhúzná a lovat jobbra, és elmennél egy olyan iskolakört, hogy besírna rajta mindenki. Tolnék itt egy tenkes kapitányát. Igen, azt azért megnézném. Na, rajta gyerekek szoktak egyébként lovagolni? Persze, rajta tanítjuk a gyerekeket. Hát most a kenyert azért a Janinak le is kellett rövidítenünk, mert hosszú lett volna. Uh-huh. Jó, van, nem kell megalázni. Nincs elég baj, Gyula, hát nincs elég baj. Levágtunk belőle 40 centit. Tényleg, itt vagyunk ezen a gyönyörű helyen, a Majorban, és még hát nincs elég baj, most még a kengyellel is frusztrálod. Jó, az fontos egyébként. Az a lényeg, Jani, hogy amikor esetleg úgy esed le a lóról, hogy az egyik lábad még beleszorul a kengyelbe, akkor a ló általában megijed vágtába ugrik, akkor próbálj visszaülni és kiengedni a lábadat. Jó, ez jó hangzik. De elég sokáig nem tudjuk elkapni ilyenkor a lovat, tehát az a lényeg, hogyha benne marad, akkor próbálj visszamászni a nyerekbe, meg lehet csinálni. Aha. És jó. Hol van az a süső, vagy mi, amit a lábára kell tenni? Az csepsznek hívják egyébként. Ja, igen. Hát az vagy lovaglós csizma, vagy cseps. Nincs csepszünk. Szerintem most egyelőre. Szerintem most inkább kimaradhat nyugodtan, mert ez a produkcióhoz nem kell. Az esés, ez az cseps nélkül. Na, adjuk már meg a módját, most minek spóroltak rajta? Lóra magyar. Lóra magyar. Akkor várjunk egy picit, mindjárt ide hozzunk. Akkor inkább menjünk. Elmondom neked, hogy... Hova szalad a kislány a következményektől? A csepszér. Elmondom neked, hogy ha csepszet nem vettél még föl, soha, akkor át a keresztbe fogod föl, de ez még egy 8-10 perc, míg az ember egyedül fölvesz egy csepszet, ha még soha nem volt rajta. Nem biztos, hogy van ebben annyi, hogy egy csepsz legyen rajta. Szerintem lovagolj. Na. Szerintem is, mert most már annyira sápad a Jani, hogy... Az nuni vagy kuki? Hát nézd, nyújjál át! A cici. Nem, ez rajtad nem segít.
Ez rajtad nem segít. Nem barátságosabb a kan, nem barátságosabb a szuka, bár nem így mondják a lónál, ugye egyáltalán. Tehát semmi nem segít rajtad. Úgy nézem, hogy végignézek így a lovon több védőfelszerelés van, mint rajta. Egyébként igen, lábszárvédő, nyereg. Jani, egybe biztos lehetsz. Aki itt a lovardában dolgozik, mindig a lovat félti. Tehát, hogy csak a lóért izgulnak, nyugi. És én még Afrikára kötöttem életbiztosítást. Na! Gyerekbe magyar! Add ide, majd föladjuk, jó? Egy kézzel tudod fogni a... Hogy hívják azt a izét, ami nála van a lovon? Mi ez? Kantár? Segíts már! Nem tudom, hogy mit kérdeztél, Feri, mert te teljesen váratlan dolgokat igen, kérdezel. Igen, hogy ez micsoda? Igen, ez a kantár. Na, ezt akartam kérdezni. Igen. Gyulát, tudosítjuk. Doblak, jó? Aha, jó. Mondja, Gyula. 1, 2, 3... Tartasz egy mikrofont a Janinak? Kérem szépen! Csak mondom Jánol. Egyébként, hogy az első mozzanat, ami kapcsolatunkban az volt, hogy segbe rúgtam. Tehát konkrétan, amikor felültem, jobb lábbal beakasztottam neki átulról. Figyelj, egyelőre elég biztonságosnak tűnik a dolog. Igen. Jó vagyunk, nem is mozdulsz. Köszönjük szépen, hova. Elég is volt. Nem, maradj még egy kicsit. Legalább sétálj egy kicsit így vezetőszáron. Vezetőszáron egy picit. Engedjük már el Fogd meg azt a kantárt, abba tudsz elő kapaszkodni, csak ne húzd nagyon, mert a szájában van a vége, azt annyira nem szereti. Fogd meg nyugodtan, ott van elő azt, és akkor abba tudsz kapaszkodni. Már a kapaszkodás az képletes, mert nagyon meghúzod, a szájában van az abla. Kérem szépen, ebben a pillanatban, itt a Vadkert Majorban, a lovas bemutató csúcsán. Figyelj, ahogy ülsz, egyszerűen egy délceglovas vagy, gyönyörű. Nézd csak, mit találtam! Ezt a kutyafáját! Te Jani, ez egy ostor a kezembe! Csak óvatosan. Ne csapkodj vele. Lesz itt móka. Nagyon szép, nagyon szép. Ahogy ki a Simonyi Jóbester? Figyelj, lóra születtél, komolyan mondom. Menjünk át az ügetésre. Nem, Gyula? Jó, van, azért a húszársekelyet még inkább a hattápot választanám. Figyelj csak, jön az a kvíz kérdésünk, vagy az a kvíz játékunk, aminél minden tényleg egyes... Tényleg elindul. Minden... Ne érts félre, amit mondani fogok, de takarodjál meg az ostorra. Minden egyes rossz válaszodnál én egyet csattantok az ostorra, jó? Mehet. Légy, semmi olyat, ne tegyél, amit megbánna a gyerekem. Ha választhatnál, hogy egy apján. Angol autóval, vagy egy olaszsal mész haza innen Budapestre, melyiket választod? Gyalog is megyek, csak élve. Jó, van, leteszem. Figyelj, nagyon, arra gondolj, hogyha megugrik, gyorsan húz ki a lábad. Gyorsan húz ki a lábad. Nyilván eszembe jut majd minden. Mit is olvastam a lovas kis kátéban erről? Ha gyorsan kihúzod a lábad a kengyelből, akkor igen? Le tudsz róla ugrani, és akkor nincs nagy baj egyébként tényleg. Mennyi idő kell ahhoz, hogy amikor így először fölülsz a lóhoz, és elengedik azt a szárat, és egyedül tudsz menni, az hány óra körülbelül? A Janinak most a testtartás alapján? Másfél-két év. Jó, akkor csináljunk világrekordot. Az 1 perc alatt egyedül lovagló férfi. Igen, rajta. Ha a gyerekekhez van szokva, akkor ez a ló nem fog neked itt elindulni ügetni. Gyula, mondjad, ha rosszul mondom, de ha nyugodtan, tehát ha te tudod jobbra-balra húzni, akkor te sétálni tudsz vele, hát nem biztos, hogy el lehet menni az üvegstúdió felé, de hát bal láb, jobb láb, hát ha ezeket az alapokat tudod, akkor egyébként nincs azzal baj. Most egyelőre a ló össze van zavarodva, mert a méreteim alapján gyerek, a szagom alapján vén ember, tudod, és így most mi lehet rajtam vajon? Gondolkodik egyébként, most kijött egy óvodás vagy kisiskolás csoport, hát remélem, hogy nem a látványosság vagy miattam hozták ki őket, hogy ők tulajdonképpen eljöttek, hát, hogy megnézzék, hogy lesz-e kedvük lovagolni, de... Ezért nem szabad olyan szakmát választani, amihez nincsen affinitásod. És gondolják, tudod, nézd az ember ott ül mikrofonnal, biztos, hogy az oktató, nézd meg, hogy tudja. Néztek mi? Igen, az, Jani bácsi. Na, mutassak a még király. Valamit, például leessek. Gyula, ha a vezetőszár nélkül nem tud nagyon menni, nem? De szerintem kipróbálhatjuk. Nem kell erőltetni. Az alapokat mond, ne legyen. Két kapóhoz állítok egy-egy embert, aztán akkor ott majd megfogjuk a lovat. De ez nem egy menős ló ez, nem? A gyerekekhez van szokva, nem idő. Most nagy a tömeg, egy kicsit izgatottabbak? Hát azért figyelget, nézzétek, forog a szemem. Ismeritek a mondást a csalánnal meg a lőccsel? Vagy a sajátotokkal, srácok? Figyelj, karámban vagy, érted? Ott van csak egy kijárat, arra meg úgysem megy. Figyelj, akkor próbáld. Ez csak azért jó ez a karám, hogy nem kell nagy területről összeszedni majd a maradványait. Próbáld meg azt jelenti, ezt most komolyan mondom, csak ilyen csak szokjat, hogy vezetőszáron marad a ló, nem engedjük el, de olyan, mint a te irányítanád, Gyula, elmondod az irányítást, csak én mondatban, hogy bal láb, jobbra húz, jobb láb, balra. Egyszerűen, mert erre húzod, arra megy. Tehát ott a két szár. Még a sarkat azért tett hozzá, Gyula. A mikrofont azt elveszem tőled egy pillanatra. Szépen előre nyúlsz a száron. Igen. Úgyhogy így, és próbálgass most. Észre szépen van. Húzod erre, akkor erre fog fordulni. Fergeteg. Nézd meg! Hát nézd meg! Jani! Finom a szegénynek, ne rángasd meg. Úgy, és akkor a csizmával egy picit piszkáld meg az oldalát, akkor elkezd lépni. Oda néz. De nekünk oda jön. Néz. Haló. Oda néz. És támadja a Balást.
Miért? Mert megtámadtál, de mindjárt lenyilazlak a nyerekből. Miért? Meg szeret minket, te. Neved a Jani. Hello. Abszolút. Jani, megdöbbentő ez a fajta tehetség, ahogy lovagolsz, komolyan mondom. Tényleg. És már a nézésed is olyan elszállt. Szegény lónak téped a száját közelhető. Figyelj, azért, mert te forogsz, nem kell a lovat is forgatni. Igen, nagyon jó, már nagyon belemegy az abla a szájába, akkor ledob. Tehát... akkor, hey, figyelj, van benne tehetség, mit mondasz, Gyula? Nem? Szerintem tök jó. Most már nem sápat, most már beszélgetni is, mert mosolyog. Igen. Mindjárt kicsit ügetünk is. Imádnám. Tényleg, imádnám. Hát meg tudjuk csinálni. Elviszük a másik oldalra, akkor hírek után itt, nem. Teljesen jó. Itt? Persze, a Bence most segít neki, aztán... Igen? Na figyelj, Jani! Jön az ügetés! Most úgy csinál, mint nem hallanád. De hamar kiderül, milyen az egyensúly érzéke. Bence, most Jani. Mit csinál? Mit csinál a Jani? Próbál fönnmaradni. Jani zsokét játszik, ráfeküdt a lóra ebben a pillanatban előről, mintha már a ló átfutott volna a célvonalon, és vigasztalná, vagy éppen nagyon szeretgetné, mintha megnyerted volna az 1600 métert kint a kincsen pályán. Igen. Bensőséges kapcsolatot alakítom ki. Szerintem te csak majrézol egyszerűen. Tudod, hogy nézel ki, Jani? Nagyon sok ilyet láttam, amikor a kocsma elé leteszik a lovat Pilisvörösváron, és amikor mennek hazafelé, így ülnek rajta. Láttam nem keveset a lovarnál, és így megy haza, mert hogy a ló hazamegy magától, ember meg rajta feküdt a lovon egyébként. Lógasd le a kezed két oldalt. Na ezt láttam Pilisvörösváron. Így Jani rajta fekszik a lovon. Olyan, mint az első barátnőm 84-ben, ugyanolyan meleg és szőrös. Ugyanolyan meleg és szőrös. Na figyelj, Jani, egy pici ügetés nem próbálsz meg, csak hogy milyen az egyensúly érzéked. Nem? A műlovar. Ne haragudj, ez nem egy Playboy fotózás. Értem ezeket a nagyon csávos arcokat. Egy pici ügetés nem próbálsz meg? Dehogy nem, már megy is, nézd meg. Gyerekek, a Jani ül, és próbálja magát kinyomni a kengyelből, de abszolút ritmustalanul. Jó, figyelj, még a ló sétál, úgyhogy ebben a pillanatban nem baj. Ha ugyanezt a mozdulatot egyébként meg tudod csinálni ügetés közben is, akkor egyébként megtanultál ügetni, és az viszont nagyon gyors. Az egy rapid tanfolyam lenne. Az a baj, hogy boxer alsóval rajtam, és viszonylag kényelmetlen, mondta a Jani. Na, mi, ha tanga lenne rajtad, az jobb lenne? Vagy most mire gondolsz? Akkor javaslom, hogy inkább az ülőcsontokra üljél. Ülj rá az ülőcsontodra. Minden visszaülés fáj. Minden visszaülés... Hát, ha tudtam volna, fecskét veszek fel. Egy pici... Figyelj, tök jól ülsz abban a gyerekben. Tényleg, komolyan mondom. Figyeljetek, csak meg akartam kérdezni a gyerek miatt, mert ő is hiperaktív, hogy milyen gyógyszerrel szedáltátok le a lovat. Én csak iskolás csoportok lovagolnak rajta, 13 évet tudod, és akkor az viszonylag hozzászokik egyébként. Figyelj, egy lovasrohamra még nem vállalkoznék, de... Na, csak itt kicsit hadlássuk, majd pattogsz a nyerekbe, üges már egy kicsit, csinálunk róla... Pattogik a nyerekbe. Hát nem úgy értem, hogy hát, hogy üges már egy kicsit, csinálunk róla videót. Forog a videó? Tudunk videózni egy kicsit? Na, csak egy picit. Nézzük meg. Mondjad? Ja, ez jobb, hogy, nem hallottuk. Na, a ló továbbra is futószára van. És most kell az ostor. Jó, ide jó. De szeretlek, Gyula. Egy kis ügetés. De ne rám néz, nem nálam van az jó, ostor. Letesszük az ostort. Letesszük az ostort, egy picit próbáld meg az ügetést. Na, figyelj. Iskola ló nem fog semmit csinálni, nem fog ledobni. Az ki irányítja, hogy ügessen? Ő vagy aki fogja a másik végét? Hát most szerintem aki fogja a vezetőszárat. Vagy futószárat inkább. Aha. Nem, ezt még nem a Jani irányítja. De figyelj, jó vagy. Jani ebben a pillanatban elkezdett pattogni a nyerekbe, a ló, és üget, és üget! Jani! Figyelj, nincs már bugyi, az biztos. Hát nem mondom még, hogy azért annyira ritmusa megy a dolog. Figyelj, jó! Tehát kifejezett érzéket hozzá. Az egyensúly érzékedről sok minden kiderül ebben a pillanatban. Van, aki ilyen koma oldalra eldől. Gyula, mit mondasz? Hm? Mit mondasz, Gyula? Teljesen jó lesz, egy kicsit pattog, még két kör, aztán már menni fog. Figyelj! Csak a ritmusra kell figyelni, minden második láb, nézed alá az első lábát, és minden másodikra fölemelkedsz a nyerekben. Na ezzel most összezavartad. Teljesen egyszerű. Nézd a csajokat, ügessetek egy picit. Nézd? Nézed? Ez neked megy, nézd a csajokat, Jani. Ez a kedvenc. Aha. Figyelj, nézd, hogy ügetnek? Látod? Minden második ütemre, tehát nem amikor pattogsz ebbe, kettővel el kell osztani. Mondd még egyszer. Kicsik ők még ahhoz, hogy beindítsanak. Még jó, az egyik a lányom. Nagyon jó. Na, egy picit, kiváló vagy. Próbálj erre ráérezni. Még ügetés, egy lépésnél, és amikor... ülsz, a második, minden második lépésre nyomod ki magad. Minden másodikra. Nézd az első lábát, a balra nyomd ki magad. Nyomd ki, amikor elő van a bal, nyomd ki magad. Azaz. Most megint. Na figyelj, ügetni fogsz. Majd mondom, hogy mikor van elő a bal. Most. Egy született lovas vagy, én büszke vagyok rád. Most. Még nem üget a ló. Most. Jó, na és most próbáljuk meg ezt ügetésben, jó? Ketten vagytok, egyébként ketten kéne lovagolnotok. Figyelj, igen. Mondom, most már megfoghatja a mikrofont is. Igen. Na, most még üget egy kicsit, ahhoz kell mind a két kéz. De már annyira megy. Nagyon jó most. Megy. Na, üges, Jani. Gyerünk. Most.
Oda most, most. Ne! Csak amikor mondom a mostot, te! János, kicsit egy rugószerűen pattog a gyerekben, most, de jó? Most. Na jó. Oké. Okay. Elmegyünk egy kicsit hírezni, jó? Hát ez beteg volt. És akkor utána még jövünk vissza. Mire visszajövünk a hírekből? Figyelj, vágtázni fogsz. Komolyan. Gyula, mit mondasz? Tényleg ügyes egyébként, aha, nem? Aha. A színe sokkal jobb. Aha. Tehát azt tetszik nekem. Mosolyog, forog a lovon, nincs megmerevedve, le van lazulva teljesen. Hát lazasrác. Ő is kapott szedalint, biztos. Igen, lazasrác a haverom. Egy született lovas. Jó, elmegyünk egy picit hírezni, jó? Vagy már a vargánya. Igen, fél 90 egészen pontosan jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3-9 múlt pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, azoknak is, akik itt vannak a helyszínen, és minden drága Morning Show hallgatónak. Született lovas vagy. Komolyan. Így van. És már jelezte is egyébként egy profi sportegyesület, a Retard Sport, hogy szívesen igazoltad. Egészen ügyesen mentél, tényleg. Ja, így... Az, ahogy te a nyakába borultál az állatnak, az annyira emberi volt, érted, hogy a gyönyörű. Gyönyörű kép, de tényleg. Az volt a halálos lövés. Tehát az, amikor sebesülten ugye a lovammal, picit bízom benne, hogy a közeljövőben csinálnak majd egy reméket a 80-20-árból, és ott majd számítanak rá. Te ezzel a halottak itt hazavisz a lova. Igen, jól mentél. Tehát ahhoz képest az első ilyen óra, amikor megnézik, hogy van-e egyensúly, hogy maradj a nyerekben, meg szépen lépésben, meg emeld a kezed, ahhoz képest te ügetés közben nem estél le. Ez egy nagy dolog egyébként, komolyan mondom, nem volt meg a ritmus, de miért is lenne. Hát, de az, hogy eleve nem estél le, jó az egyensúlyérzéked, ez tök jó. Egy darabig magammal kell vinnem a Ferit, hogy mindig mondja, hogy bal, zenész, neki ritmus érzéke legalább van. Igen, igen. De jó, ti ketten voltatok egy jó, egy jó ember, egy teljes embert ketten tettetek. De az sem volt rossz, amikor együtt mentünk. Igen. Picit olyan volt, mint a, igen, a Tatár Vitéz Menyecskét rabol. Igen. Itt hoztál végig. Istenem. Igen, itt a megszólás alatt elmentünk, hogy Jani ült a kisebb lovon, én a nagyobban, én csak mentünk itt egy félkört. Ott voltál mögöttem? Ne, én is annyira féltem. Hát te is figyeltél. Olyan sebességgel mentél, hogy a vákum magával látott minket. Igen, mentünk itt egy félkor. De nagyon helyes lovak egyébként, meg amint te is ültél, nagyon, nagyon kis cukiló. Na, hármasugrást játszunk. Írtak egyébként a csornaiak, hogy várnak, mármint, hogy a Tóth Főtörzs azt mondta, hogy várják az ajándékcsomagot, és menjek gyorsan, mert akkor ők is tudják viszonozni. nagyon kedvesek, igen. Jani, nagyon jó, most már csak végbordoznod kell, nagyon jó lovas vagy egyébként. Most játsszátok le a Janival a hármasugrást. írja egy hallgatónk. P. Azt mondja, hogy ne a szemébe mondalónak, kerülj mögé, onnan szereti. írja nekünk egy hallgató. Jani, ha 10 perctől tovább vagy a lovon, két hétig nem fogod érezni a kis csomagot, írja István. Egyébként igen, hát azt tud nyomni, de hát ez hozzátartozik a lovagláshoz. Jól van, oké, a hármasugrás játszunk, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Hello. Hello, hogy hívnak? Hú, elsőítem, hogy bekerültem a játékba. Na, látod? Egy keresztnevet mondasz nekünk? Dávid. Dávid, hello Dávid, jó reggelt. Dávid, honnan hívsz minket? Én most jelenleg Szentendréről, de Pesten lakok. És mi kimentél lovagolni? Megkaptad, vagy megérezted az ízét, ahogy Jani nyomta? Ja, nem, hanem itt vagyok én most jelenleg a páromnál, és akkor itt segítetek a kerti munkában, meg minden. Őszi, tudod, avarösszeszedés, égessel, igen, azt igen, nagyon szeretik mond, a szomszédok. Hogy... Igen. Ha ne is mondd, itt kertes házban folyamatosan van munka, itt nem lehet pihenni. Szóval. Nálad van égetés? Nincs, korrekt vagy, ugye? Az most az még nincsen égetés. Ja, hamvasztunk inkább. Ja, de inkább átdobálod a szomszédba. Ja, csak hogy összeszedjük, igen, egy nagy zságba, és átöntöm a bocsékhoz, és ott leteszem a zöld hulladékot. Át a lehulló levél. Már nincs sehol semmi. Igen, a legjobb egyszer tavasszal összeszedni, és akkor kész, meg vagy. Mert egyébként. Tudod, itt ilyen nagy dzsungel van, meg minden, szóval itt lesz bővebb munka, szóval. Az meg kell majd itt csinálni. Az kemény. Milyenek a kérdések, Jani? Nem emlékszem, most kitörlött ez az élmény mindent gyakorlatilag a fejemből. Szerintem nem túl nehezek. Ez az utolsó BLS körünk, ugye a jövő héten már visszatérünk a régi kerékvágásba, de most még az első kérdés a BL-hez kapcsolódik, és mindenképpen érdemes majd figyelni azt a bizonyos spotot a reklámblokkunkban, amihez kapcsolódik, mert hogy el lehet jutni egy igazi BL meccs, és lehet látni például a Rómát. Majd játék közben, akik nemrégiben ugye rettenetesen kitömtek egy csapatot, azt hiszem, hogy egy ilyen kis 6-0-al búcsúztatták el talán a CSKA Moszkvát.
Nem tudunk ehhez mit hozzátenni, mert csak veled vagyok. Nagyobb bajba kevernénk magunkat, ha bármit mondanék, fogalmam nincs. Nézzük az első kérdést, Zerikát nyakba akasztója. Melyik labdarúgó klub rendelkezik a legtöbb back BL trófeával? Real Madrid. Így is van. De kemény. Egy tízeskével. No. Azt mondtad, hú, de kemény? Ah, nem, azt hiszem, meg volt a helyes válasz. Igen. Mert itt próbálom itt tisztességesen csinálni a játékot. Nem csalok semmi, hanem... Nagyon. Szimpatikus vagy te nekünk, nagyon. Tényleg. Mehetünk tovább? Igen, mehetünk. Így szól a második kérdés, dedikált Egér a láttétér. Ki játszott a Lilut az ötödik elem című sci-fi akciófilmben? Milan Jojovic. Ah, ez az. Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Jó van. Jó van. Igen. Na, jó van. Lilu van. Világjegy. 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 Milyen jó kis film egyébként. De a mostani a Lucy is, az új Luc Besson film is nagyon jó. Hát nyilván ilyen trash mozi, de hogy arra, hogy beülsz is két órára. De már várjál, azért ezt tisztázzuk, hogy már láttad, úgy ajánlod, vagy úgy járunk, mint a múltkor, hogy pénteken fölhájpoltad a filmet, bejött hétfőn, te pont nem voltál. Gyerekek, ezt a... Ilyet még nem láttak. Az egy Cronenberg film volt, a térkép a csillagokhoz. Hát ha akartok bődületesen rossz filmet nézni, akkor azt nézzétek meg. Viszont a Lucy, az az új Luc Besson film egészen jó. Arról szól, hogy egy kábítószer hatására elkezdett kihasználni az agyat 100%-át, és hogy az milyen képességeket indít el benned egyébként. Lucy az, aki megeszi ezt, és használja az agya 100%-át. Kicsit spirituális, kicsit természetfeletti. Jó, hát egy ilyen könnyed szórakozás, semmi komoly, tudjátok, amit én szeretek. Persze. Felszínesen. Igen, menjünk a harmadik. Igen. De várjátok, nehéz lesz a harmadik kérdés? Hát tudod, ez nehéz, kinek mi a nehéz, tudod? Aha. Hát van, akinek a sport nehéz, így ezt nem tudjuk megmondani, mert lehet, hogy neked könnyű, másnak ez nehéz lenne. Hogy nevezik idegen szóval a dél-amerikai kontinens füves pusztáit? Ne kapkodj! A dél-amerikai kontinens füves pusztáit. Ma van, na. Éreztük a kérdő hangsúlyt, tehát még ugye nem válaszol. Minden kontinensen másképp hívják ezeket. Hívják tajgának, hívják szavannának, de Dél-Amerikában van egy speciálisabb neve. Azt a szentségit nem tudom. Határeset, de nem ez a válasz. Mondja. Pampalini, a nagy híres vadász nem ott járt, ugye? Jól emlékszem, hogy ő Afrikában. Afrikában. Pedig a neve alapján járhatott volna ott is. Így van. Tréri? Hát ennél többen. Na jó, ez észak-amerikai nem, változat, igen. Pampalini, nem? Pampalini. Jó, ennél többen. Ez nagyon szép volt, így van, hiszen a híres Pampalini, azok a dél-amerikai füves puszták, a Pampalinik. Pampa. Csak hát ennyi. Konkrétan megcsináltuk. Jó, ennél jobban nem tudtam tolni a szekeret, mint ezzel a Pampalinivel. Nem baj, jó, de legalább egy élmény volt veletek. Bumozz egyet. Hátha. Na. Na, jó van, oké. Na, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, elfordítjuk a laptopot, mert itt többen vannak az üvegstúdió előtt, ne lássák meg a híres Boom szoftvert, hogy működik. Nem láthatják, nézik, kukkoltok, mi a Boom szoftver? Az egy titkos szoftver, nem láthatjátok. Eltakarom. Mennek az ajándékcsomagok, indítottad a szoftvert, a titkos szoftvert. Így van. Indul a tiki-taki, tessék. Boom. A mindenségét. Hát ez, hogy lehet így bumbot indítani? Apa! Neked mi? Én még nem látok semmit a naptól, csak... Az a baj, hogy nem, nálam villog, de nem. Ilyen hitehagyott bumra nem, gyerekek. Nem. Ha nagyobb bum lett volna, szerintem most a szoftver adott volna, mert jó kedve van. De... Igen, az irány jó volt, csak az erő nem. A szoftver szereti Sárvárt. Jó kedve volt, adott volna. Ah, igen, ja. Igen. A Vatkert Majorban ez a szoftver megtátosodott volna, de a kutya fel, ilyen, bum, hát erre nem. Nem, sajnos nem. Sajnos nem. Nem baj, egy élmény volt veletek. Nekünk is. Hangotokat, meg minden, tényleg nagyon királyok vagytok. Tényleg. Arccal Pampalini felé. Köszönjük szépen. Ilyen a szőlőmetszés, vagy valami. Vigyázz magadra, Dávid, köszi a játékot. Egy kis jó kérjétek, sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Kicsit nagyobb ívben, ha meglövi, hát jó. Komolyan, volt az iránya. Hát, tök jó, tényleg. A szoftver is, ma beszéltem a szoftverrel, mondta, hogy ma jó kedvű.
Te nem is érted. Komolyan. 3 perc van pontosan, 9 óra. Gyerekek, kocsit hajtunk 9 óra után? Apa, tényleg? Apa kocsit hajt. Igen, apa, de nem én. Tehát én lovagoltam, te fogsz kocsit hajtani, Bali? Együtt, hát te fölülsz, nehezék, húzod, balra hajtom. Hát ez egy csoportmunka, hát semmi, nincs olyan, hogy te elmaradsz. Én fogom a lovakat, Feri húzza balra, irányítasz elő, hát megyünk hárman kocsit hajtani, persze. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt pontosan, 12 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak itt a helyszínen. Hello, drága hallgatók, jó sokan lettünk egyébként. Igen. Jó, meleg van, kisütött a nap, kisétáltak az emberek, nagyon helyes. Hát, megvárták a sárváriak, amíg fel kell a nap, nagyon rutinosan nyomják, 6-kor még kevesebben, de hogy feljött a nap, jó idő van, 23 fok, mindenki megérkezett. Igen, és élőben nézte végig, Jani, vágtázás. Így van, nyilván ezért is jöttek ki, hogy utoljára lássanak fekvő gipsz nélkül. Igen. Ugye a Vadkert Majorban vagyunk még mindig, és úgymond egy ilyen élő kitelepüléssel avatjuk tulajdonképpen a hotelt, a fogadót, a kempinget, ott maga a Nyugalom szigete egyébként. Nem pont ezt beszéltük tényleg, hogy milyen jó lenne rá néhányszor lejönni ide egy kicsit kipihenni magunkat. Aminek én rettentesen örültem, amikor tegnap már megjöttem, hogy azt csinálták meg, hogy mi például már nem, később érkeztetek, mint én, hogy azt csinálták meg, hogy például az a magtár, amiben mi most alszunk, az ténylegesen magtár volt. Tehát, hogy nem tették tönkre, nem rombolták le, és építettek valamit a helyére, hanem azt mondták, hogy gyerekek, milyen jó ez itt ez az épület, alakítsunk ki benne szobákat, legyen ez a szálloda. Nem? És tök jó. Hogy gyakorlatilag abban alszol, amit régen gazdasági épületnek használtak. Illetve pontosan veled ezt elhitették, mi itt aludtunk ebben a szállodában, és te a magtárban. Igen. Ja? De csak biztos, neked már nem volt szoba a főépületben, hanem hallottalak felé. Bukizni még reggel. Biztos kényelmesek voltak a kukoricás zsákok, de azért ilyen sem volt. Mi a főépületben aludtunk a konyha mellett egyébként kiváló helyen, neked ezt a magtáros dubált elnyomták. Nem, egyébként tényleg nagyon szép. És bemész, és akkor ott kint van, hogy ugye a szobák száma, meg a falon egy csomó felirat rajz, tehát tényleg gyönyörű az egész. Igen, egy másodpercig gyorsan egy-két közlekedési hír. Mérnek a határúton, a metró felé a Nagykörösi út után. Ez Dávid küldte nekünk, az M1-es autópályán kamion betolt egy furgont az árokba, mindkettő oldalra fekve, rendőrök és műszaki mentők már a helyszínen. Komoly torlódás kezdődik. M6-os Pécs felé az első alagútban egy sávra szűkül a forgalom, mossák a falat. Vagy mossák, vagy beázott. Nem ki tudja itt a nagy esőzésben, de tételezzük fel, hogy mossák. Trafi az 55-ös főúton, Baja és Csávoly között. Bazsi küldte nekünk, és a Bokor mögül Siófokon mérnek a Bajcsi utcában, ráadásul 40 kilométeres tábla van, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Teljes az útzár a Vámos-Szabadi határátkelőnél baleset miatt. Ezt kérdezte egyébként néhány órával ezelőtt a hallgatónk, hogy mi a helyzet ott. Úgyhogy ott baleset van, és emiatt van útzár. Mielőtt belehajtatnánk a felkelő nap fényébe, hogy apakocsit hajt, azt teszel, csak mondom, mi hátul fogunk a Jánossal ülni, és majd diktáljuk az íramot neked. Az egyik mértékadó napi lap weboldalán, mert van ilyen webes szerkesztésük is, ma megint olvastam a Demcsák Zsuzsiról. Na most a te, aki tűzközelben vagy még a Demcsákkal is, most már mondjad. Annyira vagyok tűzközelben, hogy néha ránézek a televízión keresztül, ez volt a legközelebbi kapcsolatom. Hát figyelj, a heti lap szerint ez igaz, és ott vannak jó kapcsolatok, mondták, hogy ez tényleg igaz. Aha, hogy ez akkor tényleg igaz? Amit ők megírtak, igen, a heti bulvárlap, amit megírt, az valóban igaz. De mi, srácok? Igen, mert a Jani is igényt tartott volna egy beugróra. Én jeleztem, hogy egyébként feltűnően sok a kapcsolat a Lukács is közt. Nem ugye extrém sportok szeretete, vegetáriánus táplálkozás, ugye rockerkedés, de hát én ugye már elkeltem, bocs, sorry. Bocs, elnézést, sajnos, hát mindegy. Most akkor maradt a Lukács. Így van, Lukács a vigasztalodik. Igen. Most először tudtam a harmadik választ, és kaphatnék legalább egy nyakba a kasztót, kérdezi Petya a gázos. Igen. Nem csak a kertben gond a falevél, hanem a mávnak is. Itt is a Nemcsák. Igen. Milyen a sárvári napfiú? Sajnos nem tudlak élőben benneteket nézni, hallgatni. Vágtas sebesmén. Jézus. Vágtas sebesmén. Vágtas sebesmén. Vágtas. Na jól van.
Oké, kocsit hajtunk, apa kocsit hajt. Volt ez a dal? Mi volt ez a dal? Mert csak a refrénünk, apa tudósok, kocsit hajt, apa kocsit vezet, ugye? Tudósok című volt, igen. Zenekarnak a kiváló száma, apa kocsit hajt. Hát igen, igen, mondjuk így, hogy egyszerűség, gyorsaság kedvéért zenekar. Gyerekek, hónapokon keresztül, vagy nem is hónapokon keresztül, éveken keresztül mindenki ezt énekelt, hogy apa kocsit hajt, és ez így rögzült a magyar lakosságnak, hogy apa kocsit hajt. Na, volt... apa gyerek kocsit hajtani akkor, nem, jó? Nem úszátok, meg jöttök ti is, csak megnéztem a kábeleket. Jaj, hát gyerekek, következő a helyzet. Na. Nagyon sokan jöttek el ide hozzánk, mindenki ugye vagy egy ilyen kis szabadidő ruhában, hogy szétnézen nálunk, vagy ugye munkában menett, tehát egy farmernadrág, póló. Viszont van itt egy ember, akit én személyesen ismerek. Döbbenet, hogy mindenhol van barátja. Nekem mindenütt, ezt tudod miért jó, mert én bárhol megyek az országban, egy pálinkát meg tudunk inni mindenhol. Hát nyilván polgármesterek nem isznak pálinkát, tehát ezt elhatárolódnánk nagyon komolyan, de szeretettel. Csak este. Csak este, jó, de hát akkor már az ember nincs ugye szolgálatban. Kérlek szépen, hát itt van velünk Sárvár polgármestere, Kondora István úr. Jó reggelt, polgármester úr! Jó reggelt kívánok! Én maga egy kicsit, álljon ide föl, mert én állok a gödörbe. Én egy kicsit korábban jó, keltem, úgyhogy jó napot egyrészt kívánok mindenkinek. Ne legyél szemtelen felé a magasságod, de légy szíves. Egyrészt ne játsszátok el ezt a magázódást, mert nem vesszük be. Jó napot, polgármester úr! Üdvözlöm, Ferenc! Persze, persze, azok a közös élményeknek. Mindenhol van barátod, Feri, azért? Igen. De ez így működik. Egyébként tényleg tudod, megszállni bárhol, meg tudsz enni, inni egy jót, szerintem ez a legnagyobb ajándék az élet. Van egy kérdésem hozzátok, már mondtátok, hogy itt milyen jó szállás volt, hogy melyik épületbe? Egyéb volt a Magtár. A Feri a Magtárban, mi a fő? Én még az A oldalon vagytok. Én vagyok, nektek ez már a B oldal. Polgármester úr, lovagolsz egyébként? Hát lovagolni nem, kocsikázni esetleg, vagy ilyen speditér szekére nagyon szívesen elmegyek veletek, jó? Egyébként dolgoztam lovakkal 1962 meg 64 között a Sótonyi TSZ-be, ott kocsikáztam, jól tudtam szerszámozni a lovakat. Aztán volt egy fuvaros itt a hegyközségben, ott meg rakodó munkás voltam főiskolás koromban egy nyáron keresztül, úgyhogy... Nagyon szép karrier a kettő között, még valamit meg tudsz villantani nekünk, tehát a polgármesterség és a kocsihajtás között. Ugrottuk egyet a téridőkontrollban, ilyen honnan, hova, rövid életrajz, igen, a sárvári polgármester úrtól, igen, köszönjük szépen. Eljössz velünk egy ilyen kis fogadhajtással? Igen, egy-két kör akkor, nem? De te fizeted. Hát abszolút, a vendégeim vagytok, igen. Figyelj, ha leesel és beleakadsz valamibe, akkor nem tudunk megállni. Csak mondom, aha, nem fékezünk senki kedvéért. Nem probléma, elég rugagyos vagyok. Jó. Jó, hogy kell egy ilyen kocsit hajtani? Azt mondom, hogy hó, aztán megy. Gyite. Gyite? Aha. Hajrá, a sebesmény. Hóra megáll. Igen. Figyeljetek, nem lehet sokkal bonyolultabb, mint lovagolni. Gyelünk láló, le a lábapaltla. Jéka. A lovaknak a nevét azért tanuljuk meg, mert hogyha meg kell állítani, milyen fenét csinálunk. Jobb és bal. Hát te vagy itt a polgármester, neked előre köszönnek a lovak már, nem? Hát mindjárt megkérdezzük őket. Jó napot, őket. Szervusztok. Ó, de cuki vagy, tudod, és válló van napnak. Kívánok. Akkor ideülünk hátra, nem? Polgármester úr, nagyon drágán oda mentél a lófarához. Volt benne egy ilyen bátorságpróba, hogy rúgja vagy nem. Arra gondol... Akkor hátul meg még kísérletünk is lesz. Te előre szállja, mert állítok, te hajtod a kocsit. Ne butáskodjatok, persze, várja, hogy mit? Hajtom. Ha mit fárer, akkor előre üljön, aztán vezessé bennünket, jó? Itt tudok felszállni? Itt? Jó, de igazi profi, itt tudok felszállni. Ez a fék? Aha, megyek. Mindjárt bekapcsolják a mikrofon. Gyerekek, a Ben Hur című filmet láttátok? Láttuk, hasonlóan nyomom. Igen. Jó? Igen, hiába vannak illusztris vendégeink a kocsin, gyerekek, nem fékezek senki kedvéért, úgyhogy erre készüljetek. Gyula, te jöttél kis balasznak itt közben? Biztonság kedvéért. Aha, jó. Persze, de most neked nehezebb dolgod lesz, mert az előbb a Jani egy lóval küzdött, most kettővel fogsz. Mester úr. Igen, nagyon remélem, bár nem a nulla pontról kell indulnunk, hiszen az elmúlt évtizedekben, sőt az elmúlt évszázadban a lovak nagyon jelentős szerepet játszottak. Ha most azt mondod, hogy az 1800-as évek legelején te már ott voltál a lóbizniszben, akkor nagyon nagy a baj. Igen, az a picit meglepődik. Hát, mondjuk a múlt század, legfeljebb a hintaló bizniszben voltam ott valamikor a 50-es években, a múlt században, de igen, azért a 19. század nagyon jelentős alapokat jelentett, egészen aztán 45-ig, amíg itt volt a Ménes. Aztán amikor az állami gazdaság került, akkor ez a gondolatsor mégiscsak folytatódott, és ez a megújulás, ami most van, az azt jelenti, hogy teljesen szakmailag egy professzionális lehetőséget kaptunk részben ezzel a versenypályával. Sőt, Gyulával már nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne az iskolai oktatás keretei között a lovakkal foglalkozást. Jó. Ez tegéte. Nagyon fontos, de most kapaszkodjatok. Okay. Légy kemény. Jó, nagyon jó, amit mondasz István, nagyon jó, de most mindenki kapaszkodik. Mit kell csinálni a Balázsnak, mondd már, légy szíves.
Szára kell fogni először. Mire? Mit kell, mit szára? Kell csinálni? Milyen fára? A fogom, a szárat megfogtam. Hát ugyanúgy kell gondolom, mint a lovaglásnál, igen, nem? Na, akkor hát akkor... Indulna. Ó, gyerekek. Azt tudjátok, hogy minden egyes reggeli műsor őket. Életében az a verdikt, hogy egy járműre nem szállhatunk hárman, csak mondom, úgyhogy okos legyél elől. Na. Figyelj, megy ez. Előre nézi, megy ez. Neki megyünk a kerítést. Nem csak néztem, hogy lobog a polgármester úr haja. Pedig ma reggel megfésülködtem. Nagyon délceg, nagyon csinos. Így van. Gyerekek, ez egyébként azért jó, mert úgy néz ki, mint ha én irányítanám őket, ezek a lovak maguktól mennek. Tehát, hogy ne gondoljátok, hogy bármiféle tudatosság van ebben, mert hogy hátrafele nézek, kiválóan mennek maguktól. Na, de nagyon durva egyébként, lassan ebbe a kocsiba több métert raktál, mint a roverbe, ha értem. Na kérem szépen, gyerekek, ez ennyire? Mert akkor megint egy szakma, amit megtanul. Jó, gyereke. Hát ez a fék csodákra képes. Na? Nagyon apa nagy. Kocsit hajtott, apa, vagy nem hajtott nem kocsit? Apa kiválóan hajtott kocsit. Gyula, te mint a szakértő, csak egy mondat elején. Kik azok a Lázár testvérek? Hallod, de ki? Hát most komolyan mondom, rakjuk le néhány bóját. Na milyen volt? Azért ezek a lovak növelik az önbizalmat, ugye? Persze, mert hogy jó, konkrétan nincs olyan dolog a világon, amin növelni Balázs önbizalmat. Nézzetek oda a pálya szélére, ott a fiúk ott irányítják őket. Ja, hogy mennek. Jó, még egy utolsó kör, megyünk, jó? Gyite. Na. Aha. Nem egy bonyolult dolog ez egyébként. És a sinkes indulás? Tényleg. Én azt hittem, hogy ez az okos ló, és akkor nincs probléma. Igen, hát ők nyilván azért tapasztalt lovak, nem? Itt figyelj, igen, hogyne. De most Bandi őszintén. Bandi 18 ugye? Éves, most meg 10 éves. Azt a mindenit. Régóta Bandi megy nyereg alatt is, nagyon okos. Megy nyereg alatt igen. is? Aha, jelentsen ez bármit is. Már hogy föl lehet nyergelni? Okos. Aha, hogy befordultam? Nagyon szuper. Közöbb nem utazott. Ők fordultak. Jó, mire használjátok egyébként? Csak simán utazásra? Sétakocsikázás. Aha. Húzzák a trágyászekeret, minden. Aha. Bandi lehet lovagolni. Bandi lehet lovagolni. Igen. Egyik oktató lovunk. Nagyon okos. Nagyon. Kisgyerekek lovagolnak. Nagyon vagy. Szép. Nagyon szép. Srácok, az a szó, amit kerestek, a köszönöm Balázs. Köszönöm Balázs. Balázs. Köszönjük, hogy élve behúztunk. Mi, sőt, a közönség is köszöni. Nézd meg, hogy köszönik, hogy megmutattak. És megint és meg hogy az tapsolnak, nézd meg. Nála jó Isten tapsolnak. És a fék megint megállított. Gyula, ki tudnak állítani egy papírt a Balázsnak arról, hogy megint van egy szakmája? Megint elsajátított valamit 6,5 perc alatt? Inkább csak a tanfolyam kezdéstről igazolást adok, jó? A jó, de én viszont már láttam a polgármester úr szemébe, hogyha ő lemondana, nyugdíjaztatnám saját magát, akkor csak téged akar a sárvári polgármesteri székbe. Az szép történet lenne. Köszönjük szépen mindenkinek, nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen. Gyerekek, hát... Köszönjük, apa, nagyon nem fincsi tudok, volt. Nem tudok mit csinálni. A Jani lovagol, mi kocsit hajtunk. Figyelj, lovas nép vagyunk mi, nem? Nagyon rendben van az egész egyébként, köszönjük szépen az élményt. Polgármester úr, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jaj, ezt gyerekek. Kicsit vártuk, igen, ahogy Kaszatibi szokta mondani. Jó, mondjuk nem neked szólt, hanem a polgármester úrnak, de nyugodtan. Tudod, hogy bármilyen tapsot magamra veszek egyébként, úgyhogy ezzel a dologgal nincsen probléma. Jól van, na, te ma mész erre a labdás dologra, bizonyám, nem, Feri? Csak ugye most akkor előbb, amikor beszéltünk, tegnap előtt, amikor beszéltünk róla, akkor ugye próbáltatok fogadást kötni rám, illetve a labdára, és én azt úgy éreztem, hogy ott nem voltam nektek elég meggyőző, hogy ezt én fogom megnyerni, úgyhogy most ez az a pökkel szembe, hogy meg tudom csinálni. Igen? Jó? Te kaptál valami füles, mert nagyon megy, a múltkor még nem voltál ennyire magabiztos. De már akkor is mondtam, hogy meg tudom csinálni. Öt a labda. Öt a labda, Jani, neked is öt a labda? Tartom. Figyelj, és te elmentél valamelyik nap inni a hajdúval? Ugye, ha valaki nem tudná, miről van szó, ma délután megy a Feri egy bemutató pályára, ahol egy labdával ugye összeméred a tudásodat, mármint ugye egy autó tudását a labdával, melyik a gyorsabb, ezt döntitek el. Te vezeted az autót, és ugye egy profi ex-futballista. Így van, egy kapus. Egy kiváló NB1-es kapus, Hajdú Attila lesz a labda másik végén. És itt van a aki megoldás, a labdát, igen. Kapus. A kapus el. Kapja a labdát, aha. Érted? Ezért van, tudom megverni. Láttam, hogy néha bele is rúgnak azért. Van egy, úgy hívják kirúgás, de ne törődj vele. Szóval, hogy nálam az autó. Nálam az autó. Ilyen rövid távon szerintem a labda nyer. Nálad is? Nem tudom, nekem valahogy a Feri olyan furának tűnik. Túlságosan magabiztos ahhoz képest, amikor először beszéltünk el a dologról. Ezt mondom, hogy beszélt valakivel szerintem. Igen, vagy egy gyalogáthalók helyénél elsodorta az Alfával az Attilá. És már biztosra megy. Gyerekek, erről nem beszélhetek, de akkor én tartom ellenetek a fogadást. Ha mindketten a labdára fogtok, fogadtok öt játékpénzzel, akkor én öttel saját magamra. Semmi személyes, ez bőre biznisz.
pénzt. Tudom, csak a pénzt. Ez tényleg nem, ez semmi másról nem szól, csak hogy pénzt keresünk. Jó, igen. Tehát 5-5 rugó, ma délben egyébként, és el is lehet jönni oda hozzánk, Zsán Békon van egy tesztpálya, hogyha valaki arra jár, akkor nyugodtan jöjjön be, déltől indul, és akkor egy körülbelül 3-ig én ott vagyok a Verdával, ez egy nagyon jó kis, nem, hát nem, nagyon, nagyon gyors autó, egy Nissan Nismo, ezzel fogok én csapatni, meg hát van ez a labdás fiú, na most érted. Csak mondom egyébként, hogy milyen kicsi a világ, nem azért mondom, de van egy nagyon kedves szomszéd barátom, két házra lakik tőlünk, nagyon komoly cége van, sok mindent csinálnak, ők mérik a labdát, írja nekem, osztozunk. Mi mérjük nem a labdát? Rossz. Nem rossz. Rossz. Hát, a sebességet, valamit, nem tudom, kocsi, labda sebesség, stb. Legyen, legyen 20! Írtál? Beröccsentett valaki, mi? Megcsináljuk így is mérhető, akárhogy apám ezzel a gépjárművel ott jó, nincs mese. Jó, akkor hétfőn mesélsz, ez a lényeg. Ja. Igen. Bali, ráfáztál, belefutottál egy trafiba, írja valaki még, írja valaki még a kocsi hajtása. Igen, pontosan 9:30 lesz, 2 perc múlva jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49, ó, gyerekek, milyen régen volt. Már viszont 3:10, még csak 7 perc múlva lesz. Jó reggelt kívánunk köszönjük mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy szóltál, hogy régen volt 3:49. Hát, ha valaki ugye? Még akkor itt indult volna. Itt a hülyén a Jánossal. Igen. Ja, gyerekek. M3-ason a 103-as kavicsnál a Káli felüljáróról mérik a Miskolc felé haladókat, ezt a Sörös küldte nekünk. Az M3-as autópálya 205-ös kilométerénél is van egy trafi méghozzá Budapest felé mérik a sebességet, és az M1-esen Budapest felől a Lébényi kihajtónál trafiznak, hogy a ló rúgná meg őket. Takimi küldte ezt a kis barátságos üzenetet. Köszönjük szépen. M6-os kivezető Érdnél egy idős bácsi kerékpározik a szembeforgalommal, Laci. Na, az ő fejébe vajon mi járhat? Ő bátor. Nem? Tehát ő egy nagyon bátor eme. Még utoljára megmutatom a világnak. Igen, autópályán már eleve csodálatos, de ráadásul szembeforgalommal. Hát mondjuk az nem baj, jobban látják talán, nem? Tehát jön bele szembe, ki tudsz térni. Én nincs nem változok, változzon a világ. Igen. Én járok akkor is. 20 éve erre járok, most sem változtatok, igen. Vigyázzunk rá, jó? Jót teker, de nincs ezzel nagy baj. Legalábbis még egy ideig. Az M3-asnál a 110-es kilométerén Nyíregyháza felé mérnek az átjáróról, és az M1-es autópálya 30-as kilométer kövénél kő, azt mondja, Pest felé karamból egy sávon lehet csak haladni, ez kicsit bonyolultan lett. Megfogalmazva Sanya küldte nekünk. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel életünk kockáztatásával megtámadtuk a Baromfi udvart, hogy frissen tojt tojásból készítsen nekünk a Feri vargányás rántottát. Aztán az összeszedett tojásokból kiderült, hogy ez inkább egy tojásos vargánya lesz. A gomba kicsit túlsúlyában volt, de egy 4-5-öt tudtunk találni. 6-ot szedtél össze. Életed kockáztatásával fölmásztál az 1 méter 20 centiméter magasan lévő tojóhelyre, és onnan rabolt el a tojásokat. Így van, mi nem láttuk, hogy mit csináltál, mert nagyon lefoglalt minket a kőműves dekoltás. Micsoda, egy Grand Canyon van, ne viccel, milyen gyönyörű az. És aztán Janit, hát tulajdonképpen lóra ültettük, ugye, és egészen hirtelen, teljesen rapid módon eljutottunk az ügetésig. Váratlanul, váratlanul. Tehetséges engem is meglepett. Na, igen. Mondtátok, hogy ez az ügetés, én is elhittem. Igen. Gyönyörű volt. Megnéztük, hogy Jani hogy tud lovagolni ezeket a pillanatokat, most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Na, hát kezdjük azzal ugye, hogy egy nagyon szép kis faépület van itt a kis állat. Mit tudom én? Gondolom nem megy oda föl, vagy nem fél, megy a oda föl. Fél a rókától? Uh-huh. Igen? Vagy te átragadtad oda a tojásokat, mi? Hoppá! Azt megismerted. Lehet, hogy nem is pónival fogok lovagolni, hanem rackával. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Itt hátul van a budi. Azt, hogy ne pisiljek ide. Pi-pi-pi-pi-pi. Kak-kak-kak. Na, behajolok. Aha. Istenem, ez a drága farmer tyúkszaros lett. Na mindegy. Ez az istáló se látott még ilyen drága farmer. Oké. Okay. Megvannak? Gyerekek, megvannak. Még meleg? Tojás. Tessék? Még meleg? Micsoda a tojás? Aha. Nem, de amiben könyököltem, az még nagyon. Figyelj. Az még tűzforró. Mennyiből akarsz rántottát csinálni? Hát 3 fejenként legalább. Egy még hibázik, én megnézném a tyúkban. Azt mondanak nekem, hogy tényleg csekkoltad a vargányát? Megnézettük, persze. Igen? Aha, van egy helyi ember, nem tudod? Ő az előkóstoló? Aki gombaszakértő.
Jaj, nézd meg, a tyúkok ide hozták az összes tojást. Na most nem minden. Ezt most komolyan mondom, kikérem magamnak. Engem elzavartok tojást szedni, visszajövünk a helyre, ahol Feri megcsinál rántot, tehát itt van 30 tojás reggelről begyújtva. Na. Én meg ott kaparászom fönt a kolban a tojásokat. Vágd össze a hagymát, Jani, légy szíves, törd föl a tojásokat. Mindenek előtt Balázs kóstolja meg a margáját. A margáját. Jó, egy nagyon kicsi olajon ezt díszteljétek meg a hagymát, legyél olyan kedves. Ne vicces, ahogy én dísztelek, nem dísztes. Mit csinálsz? Oké, egyre jobb egyébként, sőt. Adjatok létszés egy fakkanalat, vagy bármilyen keverőeszközt, amivel tudok dinsztelni. Jó, köszönöm szépen. Lemesztelenítem a könyöködet. Oké, gyerekek, olyan vargányás tojás, illetve pontosabban tojásos vargánya lesz látva az arányokat, hogy megbolondultok, bárcsak meg tudnánk kínálni a hallgatóinkat. Gyújtjuk a gázt éppen, már a hagyma serceg, nagyon jó, és ég a gáz. És ég a gáz. Ez fogós? Egy ideig fogós, ugye? Egy ilyen kis tartós. Na. Ó, hallod ezt a hangot? Ugyanilyen hangok vannak Jani szobájában reggel. Így van, nagyon kutyog a gyomrom, valamit kérnénk van. Egy poári berogaszt. Mivel ugye a szoba szomszédom volt, ugyanezeket hallottam, ilyenkor mindig átszoltam. Jani, minden oké? Okay? Persze. Jól vagy? Mi a neve, Gyula? Hogy hívják? Fergeteg. Lovasóra, első néhány mondat. Mit tanácsolnál a Janinak, aki hát nem egy gyakorlott lovas, más sportokban nagyon jó, hát lovagol, nem hiba ez. Hát az első tanácsom, vegyen fel egy kobakot. Aha. Tehát azért biztosra megyünk. Kicsit hova? Örülök, hogy ezt nem nekem mondtad, mert rám nem lenne jó egyik se. Köszönöm, hogy nem aláztál meg. Hogy az XXL-es is kicsi rám, ennek mindig nagyon örülök. Szóval biztonsági mellényre nem lesz szükség, mert elég puha a homok. De jó néz ki ez a kobak rajta, tehát direkt Jani. Azért van. Konkrétan úgy nézel ki, mint egy zsoké. Tehát így maga a termet, sapka, nalminát, teljesen. Vöröskettes, eltalálta! Mi a baj? Semmi, mondom most már semmi. Vörös egy jelentkez. Szóval, hogy abszolút. Még abszolút egy 10 kilót ledobsz, akkor már mehetsz. És az lenne a durva, hogy tudod, megy a hűítés, megy az altatás, hogy fölülne, és olyan szép ügetésbét elhúzná a lovat jobbra, és elmennél egy olyan iskolakört, hogy besírna rajta mindenki. Tudod. Egy tenkes kapitányát. Igen, azt azért megnézném. Na, rajta gyerekek szoktak egyébként lovagolni? Persze, rajta tanítjuk a gyerekeket. Hát most a kenyert azért a Janinak le is kellett rövidítenünk, mert hosszú lett volna. Uh-huh. Jó, van, nem kell megalázni. Kérdezem, hogy ez micsoda? Igen, ez a kantár. Na, ezt akartam kérdezni. Igen, igen. Gyulát, tudosítsuk. Doblak, jó? Aha, jó. Mondja, Gyula. 1, 2, 3. Tartasz egy mikrofont a Janinak? Kérem szépen! Csak mondom egyébként, hogy az első mozzanat a mi kapcsolatunkban az volt, hogy seggbe rúgtam. Tehát konkrétan, amikor felültem, jobb lábbal beakasztottam neki átulról. Figyelj, egyelőre elég biztonságosnak tűnik a dolog. Igen. Jó mondjuk, nem is mozdulsz köszönjük sehova. Szépen, elég is volt. Nem, maradj még egy kicsit. Legalább sétálj egy kicsit így vezetőszáron. Vezetőszáron egy picit. Engedjük már el a Fogd meg azt a kantárt, abba tudsz elő kapaszkodni, csak ne húzd nagyobb, mert a szájában van a vége, azt annyira nem szereti. Fogd meg nyugodtan, ott van elő azt, és akkor abba tudsz kapaszkodni. Már a kapaszkodás az képletes, mert nagyon meghúzod a szájában van az abla. Kérem szépen, ebben a pillanatban, itt a Vadkert Majorban, a lovas bemutató csúcsán. A lovas bemutató csúcsán. Figyelj, ahogy ülsz, egyszerűen egy délceg lovas vagy, gyönyörű. Nézd csak, mit találtam! Ezt a kutyafáját, te Jani, ez egy ostor a kezemben! Csak óvatosan, ne csapkodj vele! Lesz itt móka! Szépen előre nyúlsz a száron. Igen. Úgyhogy így, és próbálgass most. Szépen húzod erre, akkor erre fog fordulni. Megdöbbentő ez a fajta tehetség, ahogy lovagolsz, komolyan mondom. Tényleg. És már a nézésed is olyan elszállt. Szegény lónak téped a száját közelhető. Figyelj, azért, mert te forogsz, nem kell a lovat is forgatni. Nagyon jó, már nagyon belemegy az abla a szájába, akkor ledob. Tehát. Akkor, figyelj, van benne tehetség, mit mondasz, Gyula? Nem? Szerintem tök jó, most már nem sápat, most már beszélgetni ismer, mosolyog. Jani rajta fekszik a lovon. Olyan, mint az első barátnőm 84-ben, ugyanolyan meleg és szőrös. Ugyanolyan meleg és szőrös. Aha. Nem, ezt még nem a Jani irányítja. De figyelj, jó van. Jani ebben a pillanatban elkezdett pattogni a nyerekbe, a ló, és üget! Jani! Mit mondasz, Gyula? Teljesen jó lesz, egy kicsit pattog, még két kör, aztán már menni fog. Figyelj! Csak a ritmusra kell figyelni, minden második láb, nézed a első lábát, és minden másodikra fölemelkedsz a nyerekbe. Na ezzel most összezavartad. Teljesen egyszerű. Nézd a csajokat, ügessetek egy picit. Ügess, Jani! Gyerünk! Most! Oda most! Ne! Csak amikor mondom a mostot, te! János, kicsit így rugószerűen pattog a gyerekben, de jó! Már a vargánya.
Hát ő jelent először. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Figyelj, néztem az arcodat, és azt láttam, hogy nem vagy egyedül a nyerekben, mert a Majri ott volt rá. Abszolút. De jó, tök jól lovagoltál. Komolyan, mások óránkban tényleg még egyáltalán az egyensúlyt megtalálja a nyerekben, uh-huh. Úgyhogy tényleg ügyes volt. Ja, nem hiába ragasztottunk oda. Pályafutásomat belesűríteni ebbe a 3 percbe. Igen, ez egy igen, életre szóló élmény volt. Jól van. Na, egy-két fontos információ még így a végére, ugye, hogy például ami drága Garami Gáborunk itt lesz hétvégén, és ha valaki szeretne tőle dalt kérni, akkor jöhet ide a Vadkert Majorba, mert hogy itt vagy, itt ugye hétvégén, és lehet tőle dalt kérni. Tehát ha így van, hogyha nem... nem drága Garami Gábor kollégánk véletlenül? De igen. Akitől majd lehet kérni dalt? De lehet, hogy egy drága Garami kolléga, de nem is csak ez a fontos, mert már ma este lehet jönni egy Jani Csákverce koncertre. Az összes Vas megyei lovast várják nagyon, meg aki nem lovas, az is jöhet, de a lovasokat holnap meg még inkább, mert ugye a Garami kolléga teljesíti a kívánságot, de közben itt megy a lovas verseny a pályán. Igen. Úgyhogy ezek vannak itt a hétvégén, tehát majd nagy Jani Csákverce buli, tessék kijönni, egész Sárvár, és aki meg a lovas versenyre jön, az is jöjjön egy nappal korábban, ma este már lehet bulizni. Na, mi a recept ugye hétvégén? Van készültél valami? Igen, kérlek szépen, helyi étellel, mivel Vas megyében vagyunk, ezért aztán egy olyan kaját hoztam, ami ide jellemző, már ezzel a és ez már önmagában is egy jó kaja, hogyha nem vegetáriánus módon csinálod, tehát kicsi sertészsírt teszel alá, vagy egy kis szalonnát pirítasz rá, de egy vasi pecsenyét csináltam még. Jó? Tehát vasi pecsenye van dödölével, ez már fönt van a Facebookon, meg lehet csinálni, mert mondom, ha már Vas megyében vagyunk, akkor vagy vargányás rántotta, vagy rántottás vargánya, de azt megettétek reggel, és akkor inkább ezt csináltam meg. Jó, mit szól ehhez? A Baromfi udvar? Nálatok ilyen a Baromfi udvar? Jó, tudod, hogy városi vagyok. A hangokat még kicsit keverem. Na, Csabi is itt van egyébként? Hát velünk. Már hogyna Csabi. Volna, féltem, hogy most is meg fogod nyomni azt a gombot. Csabi is itt van? Csabi itt van velünk. Adjatok neki kockacukrot. Mi újság, Csabi? Szevasztok, jó reggelt. Milyen ott nektek? Milyen az idő? Jó idő van? Gyönyörű, hétágra süt a nap, láttuk a napfelkeltét, lovagoltunk, házi tojásból tojást csináltunk, megfejtjük a kecskéket, vettünk sajtot, juból, minden. Érted, tojásból tojást tudunk csinálni. Többenetes, elképesztő dolgok történnek. Én tudtam mindig, hogy ez Feri nagyon tud. Nagyon. Igen. Hát figyeljetek, kicsit haragszom rátok, mert már megint nem vittetek magatokkal. Nem kaptad meg a meghívót, Csabi. Tegnap tettem az asztalodra. Isten, a kutyafáját. Megint nem szóltunk, ne haragudj. Olyan jó lenne ott lenni veletek. Egyébként igen, hát fura is, te nem vagy is közben meg a Garami, igen. Hát a Garami bejelentkezett, hogy jönne, és mire te bejelentkeztél volna addigra finoman. Kitúrt a Garami, azt mondjátok? Igen, választhatunk, hogy vagy te vagy hétvégén a Garami, és akkor mondtuk, hogy most jöjjön hétvégén a Garami. Fura is egyébként, hogy nem vagy itt, és mégis jól érezzük magunkat. Igen, Pesten is itt a nap, jó idő van? De az az érdekes, hogy amikor itt ülök a Jani mellett, akkor nem mer ilyeneket mondani, mert fél, hogy bokárugom. Hát azért akkor is szokott osztani egyébként, de sokszor igen. Milyen idő van, süt a nap? Egyébként teljesen jó idő van, hát ugye a hajnal meg a reggel az kicsit ilyen hűvöskés, de szerintem ma nagyon jó idő lesz. Tehát mire felértek Pestre, meg mire a Feri elér Zsámbékra, hova megy? Oda, addig, Zsámbék. Addigra csodálatos idő lesz. Jól van. Akartok erről beszélni egyébként, erről a Zsámbéki? Beszéltünk róla hétfőn mondja a Feri az eredményt, hogy mi volt. Annyit beszéltünk még, hogy aki akar dél és három között Zsámbékon megnézheti a Csudaverdát, a Csudafocistával és a Győztes Ferkóval. Jó magasra rúgják azt a labdát, a dél és három között zajlik. Le se esik. Hosszabb történet. Tud gyorsulni ez az autó alatt? Szinte 10 perc alatt megvagytok dél és három óra között, azért ez egy nagyon nagy. Ha vállalunk valamit, azt rendesen megcsináljuk. Helyes. Csabikám, nem megzenéd lesznek? Képzeljétek el, tudom, hogy te kevésbé kedveled őket, de én nagyon-nagyon csípem. Kompakt Diszkó nevű zenekar. A Bazsi úgy szereti, most látom az arcán. Imádja! És reggelenként úgy jön be, hogy Kompakt Diszkó dúdol, aztán két megszólás között is Kompakt Diszkó dúdol, és hazafelé menet Kompakt Diszkó dúdol. Na, ez most megint egy olyan dal, egy vadi új dalt hozok tőlük, amik szintén dúdolni lehet, és szerintem ez a Kompakt Diszkónak a legnagyobb erénye, meg előnye, hogy olyan dalokat hoznak, amit lehet dúdolni. Ráadásul a mostani daluk, a Miss Right, azért is dúdolható, mert vannak benne ismerős dallamok, és nem azért van, mert lenyúlják, amit a Balázs szokott mondani, hanem mert ők felvállalják. A Bronski Beat mondott ilyet. Nem, sem mondott, mert éppen Kompakt Diszkó dúdol. Igen. A Bronski Beatnek a Small Town Boy klasszikusa ihlette ezt a dalt, és benne is van annak a fő témájának egy-egy motivuma. Eldúdolnád ezt, hogy van? Megvan, ugye? Aha. Igen. Nincs, de rövid az időnk. De ennél sokkal érdekesebb és színesebb lesz maga a dal, majd hallgassátok meg, jó? Jól van. Miss Right ez a címe. Oké, meghallgatjuk. Jönnek már a megfejtések egyébként a
Na, és mit írnak? Dödölle. Hogy Dödölle? A Dödölle a helyi. A Vasi és a Zalai neve, az a Dödölle. Egyébként ebből háború van Vasi és Zala között, hogy hova tartozik, de Somogyban is csinálják ugyanezt az ételt, meg Baranyában, és annak van egy másik neve, de ugyanez, tehát a krumplit megfőzöd, liszt, és akkor egy kizsírozott tepsiben kisütöd. Ez mi? Az a kérdésem. Jól van, na elküldték ezt is egyébként. Sok megfejtés, hogy nem mennék, mert a 85-en írták 85 szélét. Igen, úgyhogy valójában nincs egyetértés, igen. Na, ha valaki szeretné ide ellátogatni, tegye meg, nem győzzük hangsúlyozni, ugye egész nap itt voltunk, vagy itt leszünk még holnap is, ugye a Vadkert Majorban, tényleg gyönyörű hely, családdal, egyedül, kirándulni egy napra, több napra, tényleg érdemes. Mi nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy köszönjük szépen, nagyon kellemes hely volt, nagyon szívesen láttak minket, nagyon jókat ettünk, ittunk. Ha hívnának, jövünk máskor igen, is. Ha úgy érzik, hogy esetleg hiányzunk, akkor családos túl, viszonylag nagy a család, de majd csak valahol el lehet majd súvasztani ezt a 30-40 ember. Szívesen jövünk újra, igen. Mindenkinek nagyon jó hétvégét kívánunk. Jó, Csabi, jön a kívánság műsorra. Bocsánat, mert itt ül az Anna, és már nagyon-nagyon tárcsázza azt az embert, akivel ti mindenképpen szeretnétek beszélni. Tényleg, szoktuk ugye ilyet csinálni. Igen, hogy hívjuk hát a hallgatóját. Igen, még csak 6 éve hívjuk, lassan megjegyzem. Legyen így ma is, jó? Igen, ráadásul nagyon jó az SMS-e, amit írt. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Morning Show. Az bizony! Hey, ura, ura, ura! Az bizony! Ne! Így van! Majd megváltozott a hangotok. Hello! Honnan írtál nekünk? A Nagyfaluból. Nagyfaluból vagyok. Ki vagy? Bocsánat, nem hallottam. Botond. Botond? Botond. Ja, Botond. Jó. Félrehallom. Na, rövid volt az SMS, de nagyon szeretjük, nagyon szellemes. A mai nap jelmondatát írtad meg nekünk. Azt írtad SMS-ben, ne feledjétek, a fű zöld, a csír kék. Ezt teljesen debil, teljesen beteg. Kompatibilis a mai napon. Igen. Nagyon szeretjük, úgyhogy te vagy a naphallgatója, jó? Küldünk neked egy klassz kis ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi. Köszi, ciao. Hello, hello, hello. Na most mondom akkor a fontos információkat. Jó kívánságműsor, tehát holnap a Garamival 555-55-00, ez pedig a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni Csabitól, hétfőn pedig már újra a stúdióban jelentkezünk. És Tibi nyerte a gánicás játékot, így hívják. Jó, küldünk egy jó csomagot egy neki. Egy csomagot. Hétfő 6-kor jövünk. Szép napot kívánunk. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.